köszöntünk mindenkit a mai estén. Kicsit még ki is csúsztunk az időből. Úgyhogy hozzá is kezdünk haladéktalanul. Ugye be van kapcsolva. Múltkor kettőt is bevállaltam, és egyiknél sem nyomtam meg a gombot. Lehet, hogy ma el se jöttek. Nos, akkor vágjunk is bele, hiszen ez a végtelenbe anyagi síkon is, és lelki értelemben is a végtelenbe tartó műről beszélünk, hiszen a Véda Anta hogy a, a, védikus filozófia, vagy a bölcsesség vége, Véda Anta Sutra, vagyis a bölcsesség végének vezérfonala, a legtitkosabb és legbensőségesebb műve a, a jogikus vagy védikus beavató rendszernek. Jöjjön az első kép, és azonnal visszaugrunk a közepébe, nem lesz nehéz dolgunk, illetve a véletlenül valaki mostan itt először, az első öt perc elég lesz ahhoz, hogy ő is szépen föl tudja venni a, a fonalat, és el tudjon mélyülni velünk együtt a témában. Ott hagytuk abba, hogy a a Sutra első sorát tudtuk elemezni két nap alatt. Ugye az adhátó ideig, és még mindig erről fogunk beszélni. Tehát ezért olyan nehéz, mert ebből van vagy 500, és a harmadik este beszélünk az első mondatról. <kül> Ez a sutrának a tömörítés. Az adhátó Brahma tehát itt az ideje, hogy tudakozódjunk a Brahman felől. Ezzel a témával foglalkoztunk, de most kérném szépen a következő képet, és úgy mondjuk ezt a jogában, hogy Kála Patra Désa, hogy nekem jelen helyzetemben kötelező az időhöz, a helyhez és a, a térhez, a korszakhoz igazítva beszélnem a Védanta Sutráról, ezért egy, egy kevésbé ismert csontvári festményt választottam a következő mondandóm Példájául ugye ez az üres trón címet viseli. Látjátok, itt van egy üres trón, előtte hever a porban a korona. Itt, itt van egy láthatóan a választó víz, egy kis patak, amin egy hídível át, és egy angyalka megy a keskeny ösvényen. Talán emlékeztek Krisztus mondására, hogy keskeny az az út, ami az életre visz. És ezért gondoltam, hogy ezt a hasonlatot, ezt a képet vizuálisan is állítjuk magunk elé. Háromféle embert termel ki az emberi társadalom. Attól függően, hogy éppen milyen világkorszakban élünk, valamelyik embercsoport döntő többségben van. Amikor ilyen materialista korszak van bár szerencsére pont a végére érkeztünk, mint, mint ami, ne, ami az elmúlt 2000 évet jellemezte. Ennek az eredménye, amit mi úgy hívunk, most magyarul fogom mondani, hogy ember alatti, vagy kaszt alatti embertömeg. Egyébként csandalának hívják. Az egy kicsit durva szanszkritum, hogy a kutyáevőt jelent. De ezt azért mondják a hinduk, mert döbbenten látták, hogy a többi ázsiai nép szó szerint kutyát eszik meg hason és teljesen megdöbbentek ezen, hogy, hogy, hogy miket elfogyasztanak az emberek. De igazából ez nem egy táplálkozást vagy kultúrát jelöl, hanem azt, hogy a létét való küzdelemben ma úgy mondanánk, hogy a anyagi evolúcióban bízó embertömeg emiatt a filozófia miatt természetes módon, <laughs> Várjatok, csak felmondjátok volna. <kül> most, most kezdtük, foglaljatok helyet. Tehát röviden és tömören az ember alatti embertípus termeli ki, ami azt jelenti, hogy igazából az emberhez méltó szellemi, testi és morális színvonal alját sem el. Most a probléma az, hogy ebből űrletes tömeg van most a világban. <kül> Már a kamera miatt is megvárom, míg mindenki leül. <kül> Jó, köszönöm szépen. Amikor egy kicsit tisztultabb korba érünk, akkor még mindig csak a vallások befolyása következik. Ez most érdekes apropója van, ami Vatikánban zajlik a a mai beszélgetésünknek. A vallásoknak az a lényege, hogy morál teológiát közvetítenek az emberek számára. Egy olyan a lelkiösvényt, ahol azért hogy a erkölcsileg fejlődés van, tehát az emberek komolyodnak, legalább elvi vagy hitbélisíkon tudják, hogy van lelkük, valamilyen elképzelésük van az Istenről, de semmilyen gyakorlati kapcsolatra, sem önmagukkal, sem a legfelsőbb tekintetében nem tesznek szert. Ezt a védantaszútra úgy hívja, hogy bahiranga szádana. Magyarra folytatja azt, mondja, hogy külsődleges lelki gyakorlatos élet, amikor azt hiszem, hogy jónak kell lennem. Tehát olyan tetteket végzek a templomban, a vallásos életben, mint például adományozás, ért, értitek, templomépítés, építés, egy sor olyan dolog az öregek ápolása, a betegek ápolása, egy csomó jósággal, a szatvával kapcsolatos tevékenység, aminek az eredménye, hogy az ember eléri az emberi embert. Tehát a Védanta szutra szerint ez az ember, aki ilyen tiszta, kedves, adományozó, békés, derűs és nem tűri a többi ember szenvedését, legszebb értelemben követi a darmát, hát szép értelemben vallásos. És a Védantasz útra azokhoz tud szólni, ez a legfelsőbb sík, a, a megvilágosodás keskenyebb ösvénye, Én ezért gondoltam ezt a, ezért egészen picike az angyalka, és egészen keskeny az ösvény. Amit Antarango szádanának vagy Gyána jogának hívunk, Antarango Szádana azt jelenti, hogy befejezzük a külsődleges szellemi gyakorlatainkat. Nem arról van szó, hogy ha egy éhezőt látunk és megtehetjük, nem adunk neki enni, inni vagy pénzt. Tehát ezt mindig minden körülmények között végrehajtjuk. De jellemzően az életünknek nem ez a a fő be, feladatköre, hanem a másik, másik címe vagy titulusa az Antaranga szádanának, hogy gyána jóga ez lett, hogy ismerősebb lesz. Összekapcsolódás a meditáció által, vagyis aki a vallás folyamatát is jó értelemben kinőtte, vagyis érett a, a tanítványságra, azt már nem a külsődleges munkavégzéssel, szolgálatokkal, egyebekkel bízzák meg, hanem valamire felkészült, aminek az a lényege, hogy egy mester, tehát olyan helyzetbe kerül, segítségével gyakorolni kezdi a benső utat. Nem baj, halak, zodiákus van, egy kicsit örvénylig ilyenkor az energia. Halakban két dolgot nehéz minden februárban és március elején elérni, hogy az elme egy irányba tartson és józan maradjon, a másik pedig, hogy ne legyünk betegek. Tehát ez, ez, egy, ez egy nagyon, egyébként is nehéz halakjegyében születni akár a napjegyben, akár az aszcendensen, de ilyenkor erre nagyon nehéz kellő figyelmet fordítani, hogy, hogy most tudatosnak lenni, összeszedettnek lenni, meg hogy az ember ne tüszögjön, ne köhögjön, ne lázas, az, az, az a nagy vezeklő hónap. Legjobb egyébként valamilyen böjtöt beiktatni, ha, ha már rosszul kell érezni magunkat, akkor inkább tisztulja meg az ember, és akkor úgy menjen a tavasznak. A régiek különben tudták ezt, hogy, hogy itt valami nagy belső tisztítás kell. Kimeszelték a házat is, belül is mindent. Tehát visszatérve a témánkhoz, ezt úgy hívjuk, hogy. Ez az Antaranga szádana, vagy a meditáció ösvénye dolgozza ki az ember feletti embert, aki elköszön a világtól, vagyis meg fog világosodni. Tehát összefoglalóan egy elhanyagolt társadalom tömegével termeli a varnasankarát, vagy csandalát, az ember alatti embert. És van egy ismertető bármilyen szintű tanítással megkínálod. Egyébként az iskolai uh, torna, vagy matekóra is lehet, vagy irodalom, bármi. Mindent vissza fog utasítani. Rest, unatkozik, gyenge szellemiségű, és utálja, ha tanítják, utálja, ha kötelességére figyelmeztetik. Tehát semmi nem tetszik neki, ami erőfeszítés, nemhogy szellemi, hanem általában véve, ami az embert jellemzi. Ezt már gyerekkorban meg lehet figyelni, ha nem kap nevelést, akkor a tömegek az elme éjes vagy érzéki természete miatt eleve a gyengébb ellenállás felé mozdulnak el. Tehát ez a ha, ha nézzük a modern terminológiát, ugye ezt, ha jól emlékszem, úgy a liberalizmus mostanában, az eredmény az, hogy nevelhetetlen és teljesen terelhetetlen, céltalan tömeget hoz létre, ami nem a Védanta Sutra filozófiája, hiszen a fiúkat 7 éves korútól az ácsárják nevelik a régi. Mai, mai napig is a nemesebb kasztokban királyok beadják a hercegi parantyot szigorú gurúkhoz. Hiába, hogy elefánt meg rojsz van a garázsban, az egy tévedés. Ugye kapja a királyi papa pontosan tudja, hogy mi kell a gyereknek, és nem arról van szó, hogy ütik-verik, hajnalba kell, meditál, kicsit böjtöl, véletlenül kimarad a vacsora, nem probléma, pláne a fiúknál meg. Szóval egész más az elmetanírozása. Összefoglalóan ezeket a, a hatalmas embertömeget csak a vallással lehet kiszabadítani. Tehát egy gondolkodó mester át, át kell, hogy lássa, hogy mindenki nem lehet közel hozni a megvilágosodás útjához, mert nem érti. És nem áll olyan morális szinten, hiszen irigy, érzéki, állandóan anyagi értelemben motivált, és masszívan a testének hiszi magát. Tehát valamit közé kellett iktatni a, a titkos, benső út és a teljesen elveszett ateista élet közé, és így minden kontinensnek megvan a maga vallása. Talán emlékeztek, hogy múltkor ezért mondtuk, hogy a nagy tömegek, a jó szándékú tömegek számára azt mondják az ősírások Indiában, hogy adhátó dharmadzsigyászak, itt volt, talán emlékszik rá. Most, hogy elérted az emberi létformát, foglalkozz a vallással egy nagyon-nagyon szűk kör számára, és ez akkor kérném szépen a következő képet. Már azt mondják a mesterek, adhátó bramadzsigyásza, ami röviden azt jelenti, világos, hogy meg ismert fel a bramant mindenütt, és magadban is, és vedd fel vele a kapcsolatot. Ehhez viszont mindent félre kell tenni az életünkből, hogy beléphessünk ebbe a dimenzióba. Gyönyörű a vers, a, tudjátok, hogy a Védanta Sutra titka, hogy a létező összes upanisádnak Puránának, Áranyakának és Bramanának az eszenciáját sűríti össze. <kül> Tehát amikor én idézek más upanisádokat, vagy puránikus részeket, vagy Bramanákból, majd mindig fogom mondani, hogy miről beszélünk, az nem azért van, mert önkényesen teszem, hanem ha lenne időnk, akkor a kereszt hivatkozásokat is megbeszélhetnénk, hiszen ki lehet mutatni, hogy mikor, honnan idéz maga ez a tömörítő mű. Olyan, mintha valaki közülünk tanár lenne, és neki van egy tanári kézikönyve, és néhány szóból látja, hogy a mai órán mit fog elmondani. Nem tudom, hogy jó ez a példa. Ugye a gyerekeknek a, az, egy, egy részletes 25 oldalas megtanulni való. De ugye például a Patanjali jogaszutrákat ezért szinte lehetetlen lefordítani, ha nem vagyunk beavatva, mert ez egy tanári kézikönyv. Ezzel féle változatban jelenik meg angolul, de mivel nagyon kevés ember éli, értelemszerűen mit tud róla mondani? Hát lefordíthatja a szanszkrit szavakat, de még el sincsenek ragozva. Hát körülbelül úgy vannak összedobálva a szutrák, mintha úgy beszélnénk magyarul, hogy nem teszünk toldalékot sehová. Hát, kellene fül meg agy hozzá, hogy kitaláljuk, hogy most ki mit akar mondani. Nem lehetetlen. Tehát itt tartunk, hogy ö, idézhetjük a... Van egy rendkívüli és finom mindent átható állandóság az életünkben. Gyönyörű a vers is, ez az Om Purnat, Purna, purnaszja Purnasya, Purna, Purnam Purna, Miva, Vasisjati. Ezt nem csak a diszopanisát tartalmazza, hanem a Brihád aranyjak, a manduka, tehát más, ugyanezt a slókát, ami magyarul így hangzik, az abszolút igazság tökéletes és teljes és mivel teljesen tökéletes, minden kiáradása, például ez az érzékelhető világ is tökéletesen teljes, egészként van felszerelve. Bármit hoz létre a teljes egész, az szintén teljes lesz magában. Ő a teljes egész, ezért annak ellenére, hogy számtalan teljes egység árad ki belőle, megőrzi teljes egyensúlyát. Tehát az om az eleve a Brahmannak a hangzás inkarnációja. A purnam azt jelenti, hogy tökéletes vagy teljes. És ezt látjátok, hogy elragozva számtalanszor ismétlődik. Tehát arról van szó, hogy az abszolút kiáradás minden részlete is tökéletes önmagában. Nem idézném ezt a verset, ha nem az volna ennek a lényege, bármilyen furcsa abszolút nézőbogból te is, én is, mindannyian. Tehát ahogy Einstein mondta, hogy van az Isten nem csinál se lejtett. Magyarul finoman jelzik az összes ősi beavatóírások, ezeket upanisádoknak hívjuk. Ugye upanisád azt jelenti, hogy egy beavató mester mellé telepedni, letelepedni egy ácsárja mellé, aki, aki képes minket ténylegesen bevezetni ebbe a műveltségbe. Nem kevesebbről van szó, minden tartalmazunk így emberi lényként, ami szükséges ahhoz, hogy megvilágosodjunk. Semmi külső dolog nem kell ahhoz. Hogy lépni tudjunk. Az anyagi embernek kell külső dolog, ezt nem kezdjük előről, mert az érzékeink ugye a fejünkre vannak fölszerelve, ez a hatalmas tükör, remek szimbólum hátul, hogy én, én sztereóba kapok mindenkit. <laughs> Vagyis én, én, én át tudom hidalni a dualitást, mert a dualitásnak az a csapdája, hogy bár kettőség van, de mindig az egyik oldalát észleljük egyszerre. Ez egy különleges helyzet, hogy nálam a visszaverődés is a rendelkezésre áll. Tehát pont erről van szó, hogy ha legyőzzük a kettőségeket, akkor nem hisszük el, hogy a világ az, amit a szemünk, orrunk, fülünk, nyelvünk, tapintó szervünk érzékel belőle. Tehát lehunjuk a szemünket, és egy benső szadanát, vagy lelki gyakorlatos életet kezdünk, és ma azt fogjuk tárgyalni, hogy mik ennek a lépései. Hiszen ha egyszer találkozunk, ennek docára ez a magyarázatokkal ellátott és az estékkel alátámasztott védantaszutra alkalmas az önálló gyakorlásra és haladásra. Különben nem is kezdenénk el, tehát nem elméleti estéket tartunk, hanem, hanem ténylegesen alkalmazható dolgokról van szó. Ugye a Karma Mimamsa szutra mondja azt a tömegek számára, hogy adhátó dharma dzsigyelsza, vagyis foglalkozza vallással, tudakozza vallás, vallásról. Látható azonban most nagyon Kegyes helyzetben vagyunk, hogy csak a Vatikán állapotát, ha nézzük, ha leg, legszebben gondolunk is erre a, a forrongó valamire, akkor is most emberek millióinak kell megérteni, hogy vigyázat, önmagában a vallás látható módon nem üdvözít. Adhat egy pozitív társulást, adhat altruista emberbaráti terepet arra, hogy jobbak legyünk, hogy szeressük egymást közösségben. De az egész, az egész, rendszer azért nem tud feljebb lépni, mert nincsenek benne legalábbis elegendően olyan lelkek, akik ténylegesen összekapcsolódtak az önvalóval, az abszolúttal, és onnan az abszolúttól tudják, hogy mit kell tenniük. Körülbelül a, a moralitás mellett próbálnak segíteni, hogy neveljük fel a gyerekeket, ne hagyjuk el egymást, ne ígyunk annyit. Tehát mit tudnak mondani? És ez mind így van. Tehát nagyon szükséges és fontos, de amikor már teljesen jó vagy, és kezdesz megöregedni, akkor azt mondom: most mi volt ez az élet? Jó voltam, hittem, egyetlen reményem, hogy a halálom után vár egy dimenzió. Hát ezt most a Vidanta útra, kicsit sokakat lehet, hogy meglepek vele, igen csak másként látja a halál utáni eredményeket, ha valaki a vallásból érkezik oda. Ez a halak kicsit. <tosz> Tehát a Vedanta Sutra azt kéri tőlünk, egyikünk sem kivétel, hogy ne foglalkozzunk semmi mással, ne várjunk egy pillanatot sem. Most, ha eddig nem döntöttél úgy, ebben a pillanatban tedd fel az életedet, a sorsodat, minden emberi képességedet arra, hogy elérd a Bramant egyszerűbb szóval, ahogy mi magyarul mondjuk, hogy megvilágosodhass. Ez egy nagyon intenzív és tiszta vágy, amit ráadásul lépésről lépésre fejleszteni tudunk, ugyanis nagyon fontos, amíg az elmének tartjuk magunkat, hogy valahogy mérni tudjuk, hogy haladunk. Ugye, ha valaki valamilyen sportba kezd, vagy elkezd egy idegen nyelvet tanulni, van egyfajta örömélménye, mert kinyomja a 20 kilóval nehezebbet, ki megy Angliába például, és remekül megértik. Tehát ez így, tehát nekünk is úgy kell haladni a, az abszolút elérése felé, hogy azért közben legyenek értékelhető mérföldkövek, mert úgy el tudunk eseredni emberként, hogy de hát akkor ez is ugyanolyan út, hogy van valami hosszú őszhajú szakálas öreg bácsi, vittem a felhőkön túl, és én nekem van, egy, van egyfajta reménykedésem, hogy valamilyen formában egyszer majd rám tekint. Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy a kegynek nincs óriási jelentősége, és hogy az ember ne legyen alázatos, de valahol mégiscsak szükség van egy folyamatra, ahol mérni tudja az ember, hogy történik velem valami, vagy ugyanúgy álmodozom, mint a morál teológiában maradtam volna. Most a Védanta Sutra az egy nagyon pragmatikus mű, nyoma nincs az álmodozásnak, mert megvilágosodottak írták, illetve használták generációkon keresztül. Tehát haladjunk akkor tovább. Néhány követelménynek meg kell felelni ahhoz, hogy tovább léphessünk. Először tisztázzuk ezeket. Az egyik, hogy át kéne tanulmányoznunk a védákat. <laughs> hát a fennmaradt védák is, ugye az a négy kötet, ami a Föld egyébként százezer, 100 száz 100 kötetnyi és hihetetlen verszak mennyiségű védalétezett valamikor az aranykorban. Ebből maradt ugye a rigvéde, a számavéde, a jagyúrvéde és az atarvavéde az emberiség számára. Megvan nekem is élesben otthon, nem mintha lennék valaki, 30 éve foglalkozom ezzel a témával, nem lehet a végét látni. Tehát újra és újra rádöbben az ember arra, ha valaki nem segít, nincs időm eldönteni ebből a hihetetlen forrásanyagból, hogy nekem itt... A saját körülményeim között most igazából milyen szellemi forrásra van szükségem. Tehát nagyon hamar rájön az ember, hogy azért óvatosan az éggel, meg az önbizalommal, mert azt látjuk, hogy van út, <laughs> Meg hogy át lehet úszni valamit, de azért az elég keserves élmény, mikor nem látjuk a túlsó partot. Bármennyire jó úszó valaki, mégis ez az, az első, ezt még látom, ez az anyagi világ. De fogalmam sincs, hogy hova fogok kiukadni, ez így, ez így nem, legsz, nem ezért mondják, hogy be kell szállni a gurú csónakjába. Még ha nem is látom a túlsó partot, legalább szárazon vagyok addig is, amíg aladok. Tehát mégis ennek ellenére rendkívül fontos, hogyha most hoztunk egy ilyen döntést, mindig edzük az elménket és az értelmünket a filozófia művelésével, mert bár a megvalósításunk majd nem intelligencia természetű lesz, de ismerjük be, hogy egyelőre, amikor most elkezdjük ezt az utat, az emberi lény legtisztább eszköze áll a rendelkezésünkre, ez pedig az értelmünk. El kell ismerni, hogy nem ez fog megvilágosodni, mert nem vagyunk azonosak még az értelmünkkel sem. Ez egy furcsa kettőség, de mégis nem tudunk más tenni, mint hogy a filozófia művelésével tisztítjuk az értelmünket. Ez azt jelenti, hogy más típusú vágyak fognak befolyásolni bennünket. Ugye egyik nem az anyagi, nem a gazdagság hasonlataként, de hát hogyha egyszerre nyújtanak felénk, ez védikus hasonlat, aranyat és követ, hát az intelligens ember fölismeri az aranyat, és azt veszi magához. Most nem a, nem a biznisz szempontjából. És elhajítja a követ. Hát kell, kell, a megtisztult buthi, hogy minden döntésünkben helyesen tudjuk folytatni, vagy fölismerni az utat, vagy hogy ki tud nekünk segíteni. A következő kategória... Először ijesztő is lehet, ha valaki most közülünk nagyon fiatal és hátadal, is azt mondja, na hát ez pont ezt akartam megúszni. Ugyanis a következő ö, témakör, amit, amit értenünk kell, legfőképpen fiatalon. Hát aki a 50 fölött van, mint én, az már, most már nézhet maga elé, hogy eddig ezzel nem foglalkozott. Szó szóval szerint azt írja a Védent, azt mondta, hogy el kell végeznünk az ásramunkra jellemző darmás vagy kötelességeket. Addig, amíg az ember nincs túl a, a karmikus és darmikus kötelességein, lehet, hogy szellemileg nagyon érett, és egész jól érti a dolgokat, de nem lendül bele a lelki gyakorlatos élete, mert minduntalan ez a kettőség fogja szétszakítani a szívét és az életét, hogy egyik felével már belépett az örökkévalóságba, ez egy hasonlat, másik felével, de vonzódik a család élethez, a munkához, tehát valami nagyon meghasonlott, furcsa helyzet alakul ki. Ezért az a javaslatunk, mindig foglalkozzunk a legfelsőbb szinten. Bevallom nektek, először azt a hibát elkövettem, azt hittem az első tanítomra, hogy egoista. Nagyon gyerek voltam, 20 éves, 21 éves, éppen leszereltem, és odaállt elém, és azt mondta, hogy Attila, próbáld megjegyezni, hogy mi mindig a legfelsőbb szintet képviseljük. Elment a mester, gondoltam magamba, na hát ez szép. <laughs> Végig gondoltam. Ez, 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 nagyon alázatos volt. Hogy leg... És aztán idővel, évek után vettem észre, hogy Úristen, mibe veszünk el. Tehát valójában nagyon nagy bravúr a magánéletedben mindig visszatöltődni a legfelsőbb szintre. Nem tudom, hogy értitek, hogy milyen... Hát annyi minden akar elmeríteni a pénzkeresés, a gyereknevelés, nem is sorolom. Ehelyett azt mondja a Védanta Sutra, hogy, és például a Bhagavad gita hivatkozik, hogy minden élőlény a saját természete szerinti tudással cselekszik, még a bölcs is, mit érnénk vele, ha elfolytjuk azt? Tehát nagyon okosan és finoman magunkhoz értve rá kell jönnünk arra, mi a mi természetünk. Mert milyen csapdába eshetünk, azt mondja, hogy aki külsőleg ugyan féken tartja a cselekvő érzékszerveit. Ám elméjében továbbra is az érzékkielégítés tárgya incsünk, az ilyen ember csak becsapja magát, és ebből nem szadul lesz vagy szent, hanem egy képmutató. Ráadásul nem is fogja tudni magáról, hogy ő egy öncsaló. Tehát ehelyett azt mondja, hogy Ám az, aki elméjével uralkodni próbál az érzékein, és ragaszkodás nélkül, ugye tudjátok ezt úgy, hogy karma jóga tehát a ragaszkodás nélküli cselekvést hívjuk karma jogának, ragaszkodás nélküli tettekkel vagy cselekedetekkel foglalja le a szerveit, érzékszerveit, az minden bizony a tiszteletre méltó. Tehát ez azt jelenti, hogy semmi probléma, ha az ember megnősül, férjhez megy, becsületesen gyerekeket nevel és végzi a kötelességét, ha közben soha nem felejtél az igazi szerelmét. Tény, hogy egyfajta benső számüzetésben élünk, egész életünkben, de azt mondják, ez egy upanisát hasonlat, hogy olyanok leszünk, a jogik olyanok lesznek, mint a kicsapongó asszony. Mert még mindent jobban csinál nappal, a férje számára, meg a család számára, de csak azért, hogy elterelje a figyelmüket, és éjszaka szabadon élvezhesse a társulást a szeretőjével. Durva hasonlat, ezt az upanisádok írják, tehát azért is, azért is odaadod magad, és komoly vagy a munkában, a tanulásban, a mindent jól csinálsz. Nem, így sem lehetünk fedhetetlenek, de hogy mondják a, a, fogorvosnál, hogy ha hagyod magad, hamarabb szabadulsz. Ne haragudjatok kicsit, próbálom gyorsítani egy-egy ilyen furcsa példával. Tehát egy jogi nem kibújni akar a természetes vágyai által létrehozott magánéletből, hanem meghódol előtte, átadja magát, és azt mondja, hogy jó, hát akkor megnézem, mi a felnőtt élet. Ugye, aki ebben a korban van. Ezt hívják karma jogának. És szépen, amikor ezek, de közben nem enged abból, hogy mindent megtesz, hogy fejlődjön szellemileg, csak éppen, amikor abban az időszakban van, hogy fiatal ember, indiferens, hogy férfi vagy nő, igenis, ha nem vagyunk rendkívüli lelkek, akkor, akkor, akkor nekünk ezeken a dolgokon keresztül keresni. Mi vigasztal bennünket, szintén a Bhagavad hívják úgy, is, nem tudom, hogy tudjátok, hogy Gita mert az meg tisztán a legfontosabb slóka gyűjteménye az opanisádoknak. Így aztán van egy ilyen slóka, hogy a jogában még egy parányi fejlődés sem hiába való, tehát nincsen veszteség vagy csökkenés a fejlődésben, mert már a legparányi fejlődés is megvéd bennünket a félelem legveszélyesebb fajtáját. Ugyanis minden ember, ahogy múlik az idő, egyre jobban fél a haláltól. És egyre többször teszi fel a kérdést, egyébként ez 49 éves korunk után kezdődik, mert a 7 x 7 túljutunk. Ugye minden csakrában 7 évet élünk, tehát ez egy ember kétszer 49 évre van programozva, hogy megtanuljon két teljes kört. És elmúlik az életünk fele, és óhatatlanul visszatekintünk, és aki nem élt szellemi síkon, vagy nem próbálkozott ezzel, az nagyon nagy bajban lehet. Fiatalabb már nem lesz, az érzéki elégítés már volt, a gyerekei kezdenek felnőni, ugye? És akkor mihez kezdek az életemhez? Akkor a hölgyek mondhatják azt, hogy na, majd nagymamma leszek, vagy valami. Hát őrült izgalmas program. Hát, mintha nem ezt csinálta volna, értitek, nem ezt csinálta volna az elmúlt 20-30 évben, tehát nem szabad. Tehát az embernek ilyenkor, nekem azt mondta a, a tanárom akkoriba, most nem akartok foglalkozni a család élettel amikor meg elmúltok 50 évesek, akkor meg nem tudtok kilépni belőle, mert annyira, és mindegy, hogy férfiak vagy nő, annyira bele lehet, hogy mondják ezt, tompulni, hogy te minden nap tíz orai csomagolsz, most női szemmel, férfi szemmel fogod a táskát, bár ezt a nők is csinálják, szóval mindegy, már annyira zavaros az egész, hogy az egész életed egy ilyen, hogy milyen mókus kerék, hogy ki se lát belőle az ember. Tehát frissen kell tartanunk az elménket, és nem szabad újabb és újabb anyagi bonyodalmakat létrehozni, hanem elmúltunk ötven, akkor arra kell figyelni, most én jövök. Ezt úgy hívja Védanta Sutra, kicsit fura, a jogos szellemi önzés. Ha te mindent beleadtál, hogy felnőjön az új nemzedék, tényleg minden pénzed, munkerőd, szereteted ott volt, hogy álljanak a lábukra, hát még a alacsonyabb rendű lényeknél is meg lehet látni, hogy az anyasas úgy vágja ki a fészekből a felnőtt, nem szírt is azt, hogy az csak úgy kacsázik, ha vagy beindítja a motorokat, vagy szerbusz, mert ezer méter magasban vannak. És ez no, el kell indulnia mindenkinek a maga útján. Nem tudom, látjátok-e, hogy 30 éves emberek otthon laknak. Nem, mint hogyha ez olyan nagy probléma lenne, de látszik, hogy valami zavar van. Mert az én generációmnak 20 évesen otthon maradni, az ciki volt. Tehát nem csak a szüleimet nem akartam, hanem egy kicsit. Még a jó barátom a Pataki Attila nem olyan régen itt is volt nálunk, amikor az utolsó program volt még a régi helyünkön. Azt nevettünk, hogy hát ő énekelte, hogy szüleimnél lakni elképesztő nagy dolog. Ugye egyidősek vagyunk. Tehát akkoriban egy sláger volt, hogy az ember 18-19 éves korában három hangba sült pogácsával elindult. Nem akar indulni senki sehová, azt sem tudják, hogy célok vannak. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy kitegyük magunkat a küzdelemnek, a próbatételnek, neked meg, hogy legyen újra időd. Mert hát nagyon durva a az azt mondja, hogy neked kell megszületni, neked kell megvilágosodni, mert egy napon egyedül fogsz meghalni. Tehát senki nem veheti le ezt a hármat. Úgyhogy jogod van ahhoz, hogy legyen még 20-30 éved, mikor a darmát, a karmát teljesítetted, amit csak a megvilágosodásra használsz. Ha elszorod, és ott is levesznek, energiában, nem azt mondjuk, hogy nincs egy jó szavunk, tanácsunk, vagy nem adunk pénzt, ha tehetjük, nem erről van szó, szóval ezt mindenki érti szerintem. De it itt már te jössz. Mert különben megint el van hibázva egy, egy születés, tehát nem használtuk ki a, a lehetőségeket. Jó, ezt ö kétféleképpen történik. A lényeg az, hogy az igazságos tettek tisztítják meg az elmét. Ez egy ennek van két csoportja, az egyiket hívják úgy a Vedanta vagy a Szukriti, azt jelenti, hogy tudatlan, spontán, véletlenszerű jámbor tett, ami tisztítóan hat. Mit tudom én, meglátunk egy fehérbotos bácsit, és ezt nem bírjuk nézni, és átkísérjük. Az is egy piros pont a metafizikus ellenőrző könyvbe. De a poén az nem ez, hanem a gyáta szukriti, amikor mindent alárendelsz annak, hogy egy napon megvilágosodjál. Tehát tudatosan úgy élsz, hogy ez minden e felé tartson. És ebben a pillanatban, hogyha az ember törekvése, intelligenciája és moralitása harmóniában van, hihetetlen tempóban kezdje részlelni belőle a valóságot. Az elején elmondok egy nem tit titokzatos dolgot. Nem tudod lefoglalni meditációval azt, aki nem érett rá. Tegyetek egy próbát. Tehát mondjuk, hogy imádod a fiadat, aki 14 éves és kosnyilas szülött. És <laughs> a, a labdáját, hogy kedves legyél vele, mert a kos ebből ért és azt mondod neki, hogy most gyűjtünk, gyújtunk egy mécsest, be, befüggönyözzük az augusztusi ö, ablakot, értitek, mire gondolok, vegyen fel egy laza törökülést, és a következő két órában ommozzon, és közben lágy füstölő illat terjeng. Most értitek, ez lehetetlen. Tehát maga az emberi természet nem alakul ki olyanná és finommá, hogy be tudjon lépni a benső lelki gyakorlatos életbe. Vagy olyan dolgokhoz vonzódik, ami mindig izgatottan tartja, vagy egyszerűen hozzákezd, a másik típus, a rajasztikus, szenvedélyes ember, az feszeng, az képtelen, a tamasztikus, meg végre kialussza magát. Hát ha a meditáció tanítasz, vagy, vagy akármilyen relaxációs gyakorlatokat, a, a csapat 90%-a lelkesen halad, a három meg azért nem kéri vissza a pénzt, mert azt mondja, hogy ilyen jót életében nem aludt. Tehát véli magát a rendszer. Tehát minden szinten, semmi titokzatos, lehetetlen tovább lépni, ha nem tartunk ott. Ezért nem érdemes irigykedni egy 80 éves szerzetesre, hogy hű, hát hogy milyen, milyen csodálatos, hogy milyen finom, hogy milyen mély. Amikor ő azért megdolgozott, hát lehet, hogy 60 éve van már abban, hogy ő le tud ülni és el tud, be tud lépni arra a szintre, amiről mindjárt beszélni fogunk. Tehát ezek a külső elfoglaltságok, ami munkából, gyereknevelés, amit úgy hívunk, hogy darma, ezek azért jók, hogy eleged legyen belőlük és ez a pozitív kiábrándulás tanul a végontot. Ha nem jutsz el odáig, hogy na, ebből most úgy, ahogy elég, elég, volt, akkor, akkor érted rosszul. Mert nagyon sok jó ember nem érti, hogy mitől boldogtalan. Pénze is van, vagy, vagy, vagy szerény, és az igényeinek megfelelően van, mondjuk így. A gyerekek lasszak, felnőttek, és mégiscsak néz maga elő. Elszúrtam volna valamit? Vagy, vagy akkor kérdezik, hogy most mihez kezdjek. Ugye 60 éves rockstároknak újra kisbabájuk születik, nagyon sok. Mert nem tud, egyszerűen nem tudja, hogy milyen jön most. Kívánja az életet, és meglátja egy bébiben. Mert friss, hamvas, kis rózsaszínű most kezdi, és azt hiszi, hogy ez feltölti. És hogy 80 évesen érettségiztetünk? Durva. És mi lesz, és 20 évesen árva gyermek? Vagy fél árva? Tehát hol van itt, értitek, hol van itt az inte? És nagyon sokan élnek így. Tehát rendkívül fontos, hogy ezt nem nagyon jó kell. A hitbéri problémákkal az a probléma, <laughs> hogy ha valaki a valláson ragad, nagyon azt gondolja, hogy minden reménye a rítusokban van. És nem ismeri fel azt, hogy igazából ő ugyanolyan érzékkielégítő életre vágyik, mint a Földön. Ezt a legnehezebben látni, csak visszahatások nélkül. Tehát ha megnézzünk egy keresztény paradicsom leírást, Ugye mindig így is hívják, vagy az iszlámét. Tehát minden ilyen ígérgető rendszernek a, egyébként ezek a dimenziók léteznek. Ott mindig azt látjuk, hogy nem kell dolgozni, nagyon finom a koszt, és korlátlan a szexualitás. Tehát nem értik az emberek, hogy igazából egy kicsit megpihenhetnek két születés között, ahol tényleg finomakoszt oda is hozzák, valóban korlátlan a szexualitás, és így tovább, és így tovább, csak egyszer vissza kell születni. Az idő, az nagyon ráér, mert örök. Tehát ezek a vallás miatt pihenőhelyek, mintha elmennénk szabadságra a Karib-tengerhez. Annál nehezebb visszajönni a ganzmávakba. Tehát úgy ki van találva az élet, hogy egy, egy, évig dolgozol és elmész két hétre valami csodálatos helyre, és már a repülőn rosszul vagy. Néhányat inkább zuhanna le, csak ne kéne hét, csak soha ne lenne hétfő. Hány ilyen van? Tehát látszik ez a dualitás, és ez a páternosta a vallásnak a lényege, hogy ténylegesen fölemelkedünk úgymond a paradicsomi dimenzióba, de már nem tanítják meg, hogy az, az nem a végső dimenzió. Az csak, egy, az csak egy olyan hely, ahol fölemésztjük a jámbor tetteink következményeit, és utána megint, hogy anyam évben vagyunk, megszületünk, és kezdjük újra ezt a csodálatos észlénykorszakot, hogy így nézzük a saját lábunkat. Lát, mindenki látott már kisbabát, amikor egy lendülettel a szájába rakja a nagy lábujját, és, és gondolkodni kezd azon, hogy most mi van. Tehát azt nem tudja, hogy milyen testben van az egy több ezer éves lény, hát örökkévaló lélek van benne, és megint ott tart, nem tudjuk, 200 vagy 500 születés után, hogy ez mi. Rágja a széklábat, a csavarhúzót, a konnektort, mert még befér. Hihetetlen az anya, meg az apa, meg más sem csinál, csak rohan utánat. Tehát finoman jelező van, hogy teljes törléssel jövünk vissza, megint nincsen szukriti, tehát, hogy mondják ezt, üres az a bankbetét, amiért amire élvezhetnénk, és kezdjük előről a karma feltöltő születést. Megint szenvedünk, megint küzdködünk. És az igazán nagymesterek, a buthák és a többiek erre mondták, hogy ez a tatapat-jatamat tatapat, filozófia, tehát hogy egyszer fent, egyszer lent, ez, ez rendkívül. Tehát végső a, a, a transzcendens megoldás, hogy emberi testben át lehet élni, hogy mi nem vágyunk asztrális paradicsomokba. Nem. Milyen lenne vissza, visszanyerni az eredendő? transzcendens eh, spirituális tudatosságunkat még a halál előtt. Ezért mondtam nyíltan, hogy a hogy egy keskeny réteget szólít meg, mert az emberek azt gondolják, idézem szó szerint, mivel csupán érzékei kielégítésére és gazdagságra vágynak, ezért a vallásos az emberek azt mondják, ezen felül semmi megismerhető nincsen. Tehát mélyen meg vannak róla győződve, hogy a mennyekbeli élvezet, az egyetlen küldetése a létezésnek, és lehetőleg örökké tartson. Hát még ha hozzáveszem, hogy föltámadunk 99 éves testünkben a, a porból, ahogy ezt komolyan gondolják, a hát Szepes Mária nénivel ezen tréfálkoztunk, hogy 99 éves volt, és el elgondolkodott azon, hogy de lesz majd. Azért gondoljuk ezt végig, nem? Hogy mindenki... Szóval nagyon... <köhem> Jó, jöhet a következő kép. Tehát a Védanta Sutra olyan emberekhez szól, akik a szívükben, a gondolatvilágukban és a tettejükben a világi, világi témák felett állnak. Tehát ez az adhátó Brahma-jigyász, amiről beszélünk, az azt jelenti, hogy az ember csak is akkor tud igazi és lényeges kérdéseket föltenni az abszolútról, ha azért nincs már kérdése a relatívről, mert nem érdekli. Nem tudom, hogy ez érthető -e. Csak olyan ember avatható be a lelki gyakorlatos antaranga vagy a meditáció világába, akinek nincs több kérdése az anyagi világról. Miért? Mert elvesztette az érdeklődését az érzékkielégítő élet felé. Azért nem lehet átvágni az igazi ácsárját, mert amikor oda rohanunk hozzá, hogy végre legyen egy pár percünk és beszélgessünk vele, mi irányítjuk a beszélgetést látszólag. És nagyjából az emberek ezt mondják, kivel éljek, miből éljek, elhagytak, most éppen értitek, mindenki jön ezzel a, ezzel a hatalmas forgószínpaddal vagy színházzal, ami az életét jellemzi, és az igazi mester hallja, ez az ember annyira messze van a valóságtól, annyira nem az érdekli, hogy csak azt lehet neki dolgoz keményen, adományozd, simogasd meg a gyereket, tartsák kutyát. Tehát ezeket lehet mondani. Hogy, hogy, hogy valahogy valahogy szelidüljön. Tegyünk fel, hogy ezen e, túljutunk, és, és nincs több kérdés, meg izgatottság az anyaggal kapcsolatban, <coughs> akkor a Védantasz utánák egy új fejezete kezdődik, és azt kezdi el mondani, milyen eszközök állnak a rendelkezésünkre a Brahman megvalósításához. Szeretném kiemelni, hogy nem a filozófia tanulmányozásához, tehát nem arról van szó, hogy egy újabb írás olvasásához, hanem azt mondja, milyen eszközeink vannak, abban a tekintetben, hogy átérés szintjén megismerjük a bramant, és lehet-e valamilyen sorrendet felállítani. Ezzel tudjuk eltölteni a, a, mai estét. Ehhez az első kép, a Mundaka Upan is idézi a Vedanta Sutra, az önvalóhoz, tehát az átmanhoz, az igazságosság, a lemondás, az állandó cölibátus, és a teljes tudás vezet el bennünket. <laughs> Most az állandó celibátus, ha ezt hamar kiírnánk, <laughs> akkor olyan ö, túl sok jelentkező nem lenne. Vegyük, vegyük sorba a, a dolgokat. Ehhez kéne még egy idézet, ami a Manusamhitából származik, ez a magyar őstörténet szempontjából is érdekes, csak éppen 1300 oldal, tehát a nyugdíjas leszek, mire befejezzük a fordítását az emberiség első szakrális, szakrális király, királyának vagy fejedelmének a tanítása fennmaradt szanszkrit nyelven. Ez a Manusam Hita, amiből egy slókát idézek. A brámana, nem tudom, múltkor beszéltünk el, a brámana nem azt jelenti, mint pap. Mert Magyarországon azt mondjuk, pap tudjuk, hogy az körülbelül mi. De a brámana, bár így fordítják, hogy pap igazából nem papot jelent, ez a Vedanta Sutra fogalma, vagy az Upanishadok fogalma, mert Brahman Gyána, szónak az összevonása. A Bramant már tudjuk, ugye az abszolút igazság, most fogadjuk el így, nevezhetjük Istennek, mindegy, de az abszolút. A Giana meg azt jelenti, hogy tudni vagy tudás, és ez egy összevonás olyan embert jelöl, aki ismeri vagy tudja, mi az, hogy Braman. Szerintem ez nagy különbség egy a pap meg a Bramana között. Ezért a, a következő következő Samhita idézetet a második fejezet 87. verse. A Brahmana kétség kívül egyedül a mantra mondás, által is elérheti a legfelsőbb célt. Nem tudom, hogy tudjátok-e, mit jelent a gyapa. Mert mindenki azt hiszi, hogy, a, hogy ilyen rózsafűzérezéshez hasonló folyamatot, de a szanszkrit Japa szó azt jelenti, hogy bizonyíték, vagy bizonyítást, valamit feltárni. Tehát a meditációnak a neve a gyapa, hogy egy olyan technikát alkalmazunk, aminek a segítségével valami föltárul. És nem véletlen, hogy először mondani kell valamit, mert aki picit is gyakorolta, a közben kimegyek mindig a képből, <laughs> aki egy kicsit is gyakorolta a meditációt, akár keresztény, akár bármilyen úton, hamar rájön arra, hogy valamit csinálni kell az elején, mert nincsen csönd. Tehát még mindig jobb valami szent hallgatni, nem tudom, hogy együtt vagyunk ebbe a témába, mint az, hogy én azt hiszem, hogy meditálok valami halhatatlan és fantasztikus dolgon, és közben az elmém megy jobbról, megy balról, megy alulról, meg fölülről. Rájövök, hogy éhes vagyok, kigondolom, mit veszek a boltba. Már három verset megkomponáltam fejből, és akkor csak éppen nem meditáltam. Tehát ezért több, több módszert fogunk most végigvenni, és ezek közül az egyik a japa. Nagyon érdekes, hogy ezáltal elérhető a legfelsőbb cél, függetlenül attól, hogy végeze más rituációkat vagy sem. Ugyanakkor a Brahmanának az olyan szemét kell tekinteni, aki láthatóan minden teremtményhez barátsággal közeledik. Nem tudunk meditálni anélkül, hogy a teljes ahimsa, ugye a nem ártás, az ártatlanság, az erőszak teljes hiánya és a részvét nem hagyja át az embert. Tehát azért az ég, az mindig megfontolja, hogy kinek teszi lehetővé, hogy működjenek ezek a dolgok. Én 17 évesen Aviai Terész könyvén a belső várkastélyon tértem meg, addig nem is érdekeltek ilyen dolgok és abban van egy ilyen mondata, hogy 14 éven keresztül gyakoroltam az ajakimát, míg végül Krisztus átvette a szót. Tehát amikor azt mondjuk, hogy gyapa, vagy gyapa mantra, az nem egy vallásos vagy szektás fogalom, hanem arra fogsz rájönni, ha a Vedanta Sutra útján jársz, hogy nem tudsz elcsendesedni csak úgy előzmények nélkül. Tehát jobb, hogyha hangosan mondasz valamit, ami olyan szakrális tartalommal bír, vagy egyrészt lefoglal, legalább nem jönnek ezek a képek a csittából, hogy mondják ezt, a tudattalamból, ugye a nem kontrollált elmerétegekből, majd mindjárt foglalkozunk vele. És az igaz, hogy az először az ember jó hangosan mondja, az aviai teréz is azt mondja, hogy szinte ordította a mi atyánkot. Végén elkezdett csendesedni, mert elkezdett gondolkodni azon, de ő kivel ordít? Először is hisző abban, hogy van Isten, ezt így leírja a memoár köteteiben, tehát három nagy könyvet írt, a tökéletesség útját, a benső várkastét és az önilletrajzot, mind a háromban leírja, hogy azt kezdett neki feltűnni, hogy csak úgy ordította ezt, ezt a szépséges keresztény imánságot, végül elkezdett lecsendesedni, és amikor elvégezte magában ezt a gondolati munkát, de kit szólongatok én? Ki is beszélek én? És odafigyelt, azt vette észre, hogy ő teljesen néma lett, már szinte csak a lelkében zengett ez a fohász, és ezért írta azt, hogy Isten átvette a szót, vagyis megjelent a szívében az, akit keresett. Ezt most ne folytassuk, mert ez egy másik stílusú út. Van átfedés, tehát az igazán kifinomult mélységben már nagyon hasonlóak a dolgok. Nos, a hangvibrációk közül azt mondja a Bhagavad Gita, az elpusztíthatatlan egy, a szent om vagyok, az áldozatok közül pedig a szent nevekének lése a dzsapajagja. Tehát ilyen értelemben kialakul egy kettőség, hogy az ember lépésről lépésre alatt megpróbálja megérteni, és földeríteni, és használni az ommot. Ez szinte elkerülhetetlen. Ebből következik majd később a Gajatri, de az egy egész fejezete, egy egész pádája a Vedanta szutrának. Úgyhogy valószínű, hogy egy két-három estét kell vele foglalkozni. Annyira, annyira, hiszen az a megvilágosodás mantrája. Tehát, ha valaki azt megérti és hozzáigazítja az életét, akkor igazából mondhatjuk, hogy csak az idő választja attól, hogy, hogy, áthatoljon a saját elméjén, a saját testén, az összes világi kötöttségén. Tehát még egyszer mondom, nem vagyunk fegyvertelenek sem belül, mert belül létezik, amit keresünk, kívül meg vannak eszközeink, amit most elkezdünk fölépíteni, ez a Teréz, a, Aviai Teréz mondta, hogy a, hogy a, megvilágosodás egy olyan vár, amit célszerű egyszerre több irányból ostromolni. Ez az egyik lehetőség, hogy az ember megérti a mantrát, a mantrázást, aminek a keresztény folytása az ajakima. Aki felületes, az unni fogja, és nem érti, hogy mire való. Aki rájön arra, hogy de hát, tényleg nem tudok figyelni. Az nagyon becsületesen végigjárja ezt az utat is, hogy hallani kell először. Ki kell mondani, hogy lefoglaljuk, a, lefoglaljuk az érzékeket. <coughs> Azért, ha érdekel benneteket, mert mindenhez idő kell, akkor szívesen megmondom, mi az első mantra, amit ajánl a Védanta Sutra. Lehet, hogy néhányan ismerik, ez nem annyira közismert mantra, mint általában, amit Magyarországon lehet hallani. Ennek van egy története, egész pontosan két slókát szeretnék idézni a Bhagavata Puránából így hangzik. Ó herceg, hallgass meg tőlem azt a titkos mantrát, melyet ha a gyakorló, hét teljes napon és éljen át, tehát étlen szomjan. Ezt nem kell ilyen intenzíven kezdeni, de ez a herceg nem akárki volt, egy, egy nagyon mély istenkeresésben élő lény. Egyébként Nára találkozott, akiről elneveztük a kis szabad egyetemünket, egy az atyának az egyik fia, Mána Szaputra, a aty atya elméjéből származó isteni lény, aki az embereket is tanította már. Tehát hallgass meg tőlem azt a titkos mantrát, melyet ha gyakorló hét teljes napon és éjjel át figyelmesen ismétel, mint ajakimát, tehát mint mantrát csak lefordítom a szót, megláthatja azokat a mennyei lényeket, akik az égi szférákban utaznak. Miért kezdtem? Kiagyhattam volna ezt a verszakot, de nem szeretném. Számtalan nekünk jót akaró, láthatatlan mester is van körülöttünk. Nem mindenki van bepréselve egy fizikai testben, aki tud minket emelni. Nem tudom pontosan, már jó ideje nem a kereszténység foglalkoztat, de ott azért volt egy letisztult fogalma az őrangyaloknak meg hasonlóan. Itt sokkal többről van szó. Ha te tényleg gyakorolod a meditációt, a tudatod elkezd megnyílni. Jó, nem egyből az abszolútnak, de azoknak a szféráknak igen, akik fejlettebbek, mint mi, és a közvetlen közelünkben vannak. Rengeteg jó akaró lény van, aki minden megtenne, hogy kijöjjünk ebből a fizikai illúzióból. Tehát a mantra jogának nem mellékesen van egy ilyen hatása, hogy, hogy az a dimenzió megmozdul felénk, képes lépéseket tenni, mások lesznek az álmaink, valahogy elrendeződnek a dolgaink. Azt kezdjük érezni, hogy a sors elkezd a tenyerén hordozni bennünket. Szó szóval szerint láthatatlan kezek valamit intéznek. Hát időnként ha jól sikerül a lelki gyakorlatod, azt fogod tapasztalni, hogy már nem is annyira láthatatlanok. Beleborzongsz, amikor belép a szobádba. Tisztán érezni fogod, mintha simogatnál fejedet. Hogy nagyon-nagyon hogy ezek a lények kifejezetten erre vannak hangolva, hogy végre valakiben megmozdul. Tehát nem nem rejtőzködni akarnak, ezért nem hagytam ki ezt a, ezt a slókát, holott a következő a lényeges. A következőt fel kell olvasnom szanszkritul, mert különben érthetetlen. Omnamo Bagavaté Vászudévája, Mantra nénén a dévaszjá, kurriádra van buthi. Budhi, Szaparján Vivit Hil Désakála Vit, vagyis ez a mantra a következő, Omnamo bhagavate vászudévája. Lefordítottam valahogy mantrákat tilos lefordítani, de mindenkinek joga van valamit hallani róla, és akkor legalább elmondjuk a filozófiáját. Ezeket nem úgy használjuk, hogy lefordítjuk. De mivel nem tudunk szanszkritul, ezért valamit mégiscsak jó volna tudni róla. Nagyjából így hangzik, hogy hódolat a tiszteletre méltó vászúdévának, aki megtestesült a szem-om, szent-om igében, ugye magyarul ige, vagy pránavában, ez a brahmannak, az abszolút teremtésnek a hangzás inkarnációja. Aki megérti az omot, mindjárt kifogom fejteni elég rá az este, az, az nem egy vallást ért meg, hanem a saját elméjének a működését, aminek segítségével kitörhet a test és az asztrál test fogságából. Tehát itt jön a kapcsolat a finomabb lényekkel. Nagyon érdekes a folytatás, ugyanis valami tenned kell annak érdekében az otthonodban, hogy a fejlődésed biztos legyen, tehát mozgósítanod kell az, a személyiséged imádói részét is. Ez követhető így. Tehát vannak tiszta érzéseink is, amiket szintén le kell foglalni különben bajba kerülünk, mert akkor állítani fogjuk a szerelmet, vagy a nem tudom micsodát. Tehát, sokan, ha szívükre teszük a kezünket, el kell, hogy ismerjük, hogy az emocionális énünk még néha erősebb, sőt, mint, mint, mint a tudatos, vagy a megkülönböztető énünk. Tehát ezért nagyon érdekes, hogy a slóka úgy folytatja, ezért a bölcs teljes nyugalommal helyezze az oltára, a számára kedves számára kedves, különféle anyagokból elkészíthető istenség, tehát őt inspiráló istenség szobrát, kegyszer, ezt Istha Dévatának hívják a jogában, ugye Ista ugyanaz, mint Isten, szanszkritul is. A Dévata pedig azt jelenti, hogy valamilyen ragyogó fából, márványból, fémből, mint a, még az egyszerű paraszt emberek is tudták a közelmódban, hogy volt egy szentsarok a, szobában, a tiszta szobában, tehát mindenki tudta, hogy valahova oda menni, mert nem tudom, hogy mindenütt ott van az Úr, de nem tudom fölvenni vele a kapcsolatot. Tehát először, ha figyelünk, hogy hogy halad a útra azt mondja, először hald meg, még ha a saját hangodon is, utána pedig lásd meg, még ha a saját szemeden, is. tudod, hogy anyagi forma, de ha mindenben benne van a Brahman, akkor abban is benne lehet. Viszont nincs előírva, hogy melyik. Ez nagyon fontos. Tehát téged inspiráló. Ez egy rendkívül lényeges. Ajánlj föl néhány tiszta virágot, esetleg gyümölcsöket, viszont mindig vett figyelembe az idő, és a kedvező vagy kedvezőtlen körülményeket. Tehát nagyon, nagyon elesett világba is születhetsz, ahol például a kommunizmus alatt egy ilyen leckéért szerintem meg se várták volna a végét. Hát meséltem néhány barátomnak, hogy Szegeden a pacsorok között sétált a civil rendőr, meg vizsgálati fogság, meg minden. a legalább láthattam a kartonomat. Az, amikor bevonták az útlem, az volt írva, hogy a mi célunk a sokoldalúan képzett szocialista embereszmény kialakítása, a fiatalember meg a lélekről, meg Istenről beszél. Tehát ezért ugrott is minden útlevelem. Piros, kék, mustárszínű minden, ami a világon volt. Azt bevonták, ne nehogy kiussak Indiába feltöltődni. Nos, mi a titok ebben? Hát mégis elkezd a Védanta szutra egy vallás, vagy egy vallásos formát tanítani, és most át akarok nektek adni valamit, amit a könyvben nem értesz meg, kivéve, ha, ha valaki már segített. Ez pedig a Vasudéva névrejtélye. Amikor valaki kezdő, és mondjuk elolvassa ezt a könyvet magától, akkor azt gondolja, hogy valamilyen Isten imádatba kezdünk. Amikor, amikor lehetőséget kapunk arra, hogy valaki ezt megvilágítsa mélyebben, akkor megtudjuk, hogy a vászudéva az azt jelenti, hogy a szívben lakozó Isten. Nem a szoborban, értitek, nem az oltáron, hanem benned. Ha még tovább mered gondolni, hogy ki ez, akkor az még ijesztőbb kézzelfogható valóság, mint transzcendencia, hiszen, hiszen voltak éppen a személyiséged legfelsőbb, legtisztább, legédesebb része. Tehát még az imádatban is van egy olyan korszak, amikor külsődleges az Isten imádás, mert az emberek fel sem tudják tételezni, hogy az abszolút az a szívükben él. Nem, ebben a körben néhányan vagyunk, akik ezzel a témával foglalkozunk, és nyilván, hogy, hogy ti sem csak általam hallottatok erről, ez lehetetlen, mert akkor nem értenénk egymást. Tehát mi, nekünk van fogalmunk erről. De általában azt mondani az embereknek, hogy az Isten a szívedben lakozik, hát az egoizmus csimborás szójának tartaná, hogy a tiédben, ugye, azt gondolod. <laughs> Ezt, ezzel nem tud mit kezdeni. A vászú azt jelenti, hogy belül lakozni, valamiben benne lenni, a déva pedig azt jelenti, hogy ragyogó, és már nem is Isten jelent hanem a, szív, a Brahmannak egy sugara, egy szikrája, egy fénye, ugye? Belül a szívedben ragyog. Ez érthető így? Tehát nagyon-nagyon érdekes. Ha valaki csak auto, hogy mondják, ezt autodidakta módon olvassa, szépen kizárja a védanta abból, hogy megértse, mert azt mondja, hogy elmagyaráz egy vallásos formulát neki, hadd tisztuljon. Ha, 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 bennünket a, bennünk ö, törekvést és komolyságot lát egy tapasztalt mester, akkor azt mondja, na, ide figyelj. Ez valójában az abszolútnak, az istenségnek egy fénylő szikrája a szívedben. Ami az önvaló. Igaz? De hát azzal nem kezdhetjük, hogy elkezdjük az ön, önvalónkat imádni, miközben valójában egoisták vagyunk még. Tehát gondolhatjuk, hogy az önvalónkat imádjuk, de mit fogunk tenni ehelyett? Hát suvickoljuk az egónkat. Tehát az valahogy mégis kívülre kell tenni az imádatot, le kell foglalni az érzelmeket, és lépésről lépésre mégis felvilágosítanak bennünket, hogy a végeredmény az benned lesz a szívedben. Tehát nem kívül zajlik majd a folyamat. Tehát a legmagasabb rendű önvalóról a paramát máról beszélünk ez esetben. Tovább mehetünk, jött a következő kép. A Védanta útra azt mondja, hogy ha ezt, ezt megértetted, akkor törekedj a következő kategóriát, úgy hívunk szanszkítjén, egy szadószanga. Ez, ez azt jelenti, hogy a szaduval a misztikában járatos szentel való társulást. Tudni, sokféle szaduval lehet társulni. Egy, egy tiszta elszánt és komoly katolikus pap igenis szadu. Tehát aki betartja a a, szabályokat, morálisan fethetetlen, nagyon mély Krisztus hitben él, ezt a legmagasabb szinten lehet értékelni, de abba fog bevezetni, hogy mi hogyan, hogyan vegyünk részt egy vallásos rendszerben, például családos emberként. A azt mondja, hogy olyan szadut keressünk a társulásra, aki ismeri a Bramant, és elérte önnön önvalóját, mert a szeretete vagy a kegye lehetővé teszi, hogy mi is ugyanerre az úta léphessünk. Voltak éppen az a titok, hogy a személye, a természete, amin keresztül neki már áthagyog a lelke, egy, egy szavak nélküli vágyat ébresz bennünk, hogy mi is erre az útra lépjünk, érthető <kül> Ezért így folytatódik, a tudással végzett áldozat fölött áll az anyagi dolgok feláldozásánál. Végül a tettek valamennyi áldozata a bölcsességben éri el a tetőpontját. És az igazi üzenet idézi a Védanta Sutra, a Bhagavad Gita 4.34, ez a tadvit Hípranipát én a Azért mondom mert a mert van két rendkívül fontos szóban. Pariprás, én a Szívajá, Upadéksanti, Darsinaha. Darsina, itt a Pranipát, és a Pariprásnak két szó rendkívül fontos. Maga, maga a vers azt mondja, hogy tanulj egy igazi szellemi mestertől. Tehát nagyon fontos. Tehát nem akárkikkel való társulás, tehát vége a munkának, aztán a Haveri körben az aranykörben, vagy aranyos szörényi levente énekelte, tehát az, az nem egészen ugyanaz. <kül> tehát tehát először is tanulj egy szellemi mester lábaihoz borulva, szó szerint az első sor. Tudakozolj tőle és szolgáld őt. Ha nem kérdezel, a tan... jó, fel tud mérni bennünket, ha van ideje, de ha nem kérdezel, nem tudja, hogy, hogy mifelé tartasz, mire vagy kíváncsi, milyen a természeted. Tehát a, a kérdés. Az, a, az az intelligencia jele. Igazából derű és energia hatja át a mestert, hogyha az embernek jó kérdései vannak, mert ebből ki tud indulni, amikor formál bennünket, ebből hallja és érti, hogy hogy mit végeztünk el, mivel küzdködünk, merre szeretnénk haladni. Tehát kérdezni állandóan a végtelenségig. Soha nem fogják megunni. Az igazi guru az nem ideges, mint egy elhasznált eh, tanárnő a... Máté szalkán, tudjátok, mire gondolok, aki szétküzdi magát gonosz világban 60 ezer forintért, szóval megbocsáthatatlan, hogy így bánnak a, a, tanító értelmiséggel, szóval hihetetlen. Ezzel szemben e, a következő sor rendkívül érdekes. Szó szóval szerint azt jelenti, az igazság látnokai képesek beavatni téged a tudásba, mert már látták az igazságot. Ezért igazság látnokainak hívja ez a slóka őket. Hát nagyon eldönthetjük, hogy kitől akarunk tanulni, vagy kit tekintünk szadunak, de hogy, a, hogy az ember mondja magyarul, hogy madarat tolláról, embert barátjáról, Krisztus egyenesen azt mondta, a tanítvány nem lehet különben a mesterénél. Tehát, hogyha nem azzal a szinttel, ez persze csak egy szimbólum, ha nem azzal a szinttel találkozunk, akkor, akkor valószínűleg egy napon tovább kell mennünk olyan mester felé, mert szomjazni fogjuk a továbbiutakat. Tehát egy idős mestert Sidar számít, akinek a kékszínű Bagavat gitáját kiadtuk jó pár évvel, pont tíz évvel ezelőtt. Mondta azt, hogy de azért vigyázzunk, hát nem gyűlöljük meg azért, egy, egy esti leckén mondta az általános iskolás tanítónénket, mert ő csak írni, olvasni, tanított meg, és mondjuk közben most az egyetemen már egy professzortól tanulunk. Tehát azért minden az anyukánknak is hálásak vagyunk, tehát mindenki gurú, tehát ez a jóga alázata, de eljöhet egy pillanat, amikor azt fogod érezni, hogy tovább nyugtalan vagy, tovább kell menned, szomjazod a további dolgokat. Valahogy elakadt. Tehát egész addig az ember igazából keresi a tanárát, míg az a mély belső nyugalom el nem éri, hogy esélye van önmaga átérésére. <kül> a János 10.30 az egyetlen jogikus megmaradt evangélium a Jánosé. A, a másik három szinoptikus, az mellé beszél Krisztus tanítását. Tehát a Máté, Márk és Lukács. Lukács az Pálapostól titkára volt, tehát teljesen betanult szövegeket írtak. Ezeket nem tudjuk használni. Pedig van Európának is jogája, a kereszténységnek is jogája, mert ha megnézzünk ilyen mondatokat a, a Jézustól, hogy én és az Atya egyek vagyunk, és egyszerűen csak lefordított szanszkritra ezt a két szot. Én azt jelenti átman, Atya azt jelenti, hogy Brahman. És ha olvasod, hogy én, mint átman, és a Brahman egyek vagyunk, akkor egy egészen más dimenzióban jövünk rá, hogy miért merte azt mondani, hogy én és az atya egyek vagyunk. Hát egy megvilágosodott mester, egy isteni lény, az abszolút a Brahmanban van. Ezért még radikálisabb mondatot mondott, legyenek minnyáján egy, amint így áldotta meg a tanítványait. Amint te, atyám, bennem vagy és én te benned. Úgy legyenek ők is egy mi bennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Tehát az, hogy a tanítvány olyan lesz, mint a mestere, ebbe az extatikus egységbe lép be. Hát aki ezt én, én, én mondom és mégis beleborzongok, hogy igazából onnan tudjuk, hogy egy mester hitelesen vezet bennünket, hogy a dimenziójába érkezünk. És itt születik meg a szeretet. Tehát a megváltás az nem egy vallásos fogalom, hogy leveszi rólunk a személyes erőfeszítés nehézségeit, értitek mire gondolok, hanem addig küzdértünk, addig próbálkozik így a tanácsaival, és so, rávezet bennünket arra, helyettünk nem teheti meg, hogy belépjünk ugyanabba a dimenzióba, ahol ugyanazt tapasztaljuk, vagyis az egységet. Sem önmagunktól nem választ el a test meg az elme, sem tőle soha többé semmi nem tud elválasztani. Tehát meggyőződésünk, hogy egészen másról volt szó. Mint ezért van a zavar, hogy senki nem látja a lelket, meg az abszolútat, hanem továbbra is hömpölyög egy 2000 éves morál teológia, és nem tudnak eligazodni benne, hogy mit is mondjunk az embereknek. De nem politizálni akarunk, csak tény. <kül> Folytassuk, ezt tudva, nem tévesz meg soha többé, mert a bölcsesség révén látni fogod, hogy minden élőlény kivétel nélkül az abszolútban van. Döbbenetes élmény. Hogy is van akkor az evolúcióval? Ugye? létért való küzdelem, mindenki harcol, mindenki vetélkedik, az ovadások, az egyetemisták, az országok egymás között, teljesen már hogy, hogy tudsz többé versenyezni, vagy küzdeni, vagy harcolni bárkivel, ha beléptél az abszolútba. Tehát ez a szubjektív evolúcióról múltkor beszélgettünk pár szót, ami az emberben zajlik. Azoknak is szeretnék üzenni, akik közül szerintem egy sincs ebben a teremben, de találkozhatunk olyan emberrel, akinek ez ez egy kortyvíz a sivatagban a következő slóka, mert úgy higgyétek el, nem tudunk akkora a hibát vagy akár bűnt elkövetni, hogy az abszolút ne tudna lehajolni hozzánk, hogy egyszer mégis megértettük, hogy mi segít rajtunk. Így hangzik a slóka, még ha a bűnösök között a legbűnösebbnek tartanak is. Az igazi, tehát szellemi lelki tudás hajójával át fogod szelni a gyötrelmek óceánját. Ez azt jelenti, hogy a lélek soha nem hibás vagy bűnös. Az ego és a hozzákapcsolódó értelem és elme, meg a tudattalan, az mindig az. Vagy minimum érzéki és kélyes. Tehát mondhatjuk, akárhogy suvickoljuk, eredendően az embernek a testi és asztrális vonatkozásai bajban vannak. De a lélek az teljes passzivitásban, bezárva ebbe a burkolatba, ő maga sohasem öl, sohasem élvez, sohasem lop, sohasem gyilkol. Nem tudom, hogy ezt el tudom-e mondani úgy. Abban a másodpercben, mikor valaki belép önnön valóságába, indiferens, hogy testi síkon mit követett el, majd a karma egyébként elrendez, hogy a test letör lesz, amit neki kell. A kedvenc példám a sivatag szíve. Ha hallottatok Charles de van, van, aki tud franciául, mert egy kicsit nehéz kiejt a Charles ha jól mondjuk. És ez egy, mindig el szoktam mondani, mint tipikus példát, trappista szerzetesként halt meg, szerzetes orvosként a 20. század elején, de ifjú korában a francia gyarmati hadsereg vezérkari tisztje is tábornoka volt. Nőcsávász, milliárdos, márki, tehát egy rendkívül gonosz ember. És az egyik marokkói csata, <gül> igen, <gül> tehát minden, minden létező bűnt és hibát elkövetett. És azt írja, nagyon-nagyon szeretem a példáját, hogy az egyik csata annyira aljas, véres és gonosz volt a sivatagban az arabokkal, hogy a földbe szúrta a kardját, térdeset, és azt mondta, na Istenem, ha vagy! most ad, hogy megismerjenek. Elege lett. Tehát ugye a, a, lélek valahogy úgy át, átüzent. Ezt nem, ezt most már nem. És eszét hogy a nővére egy rendkívül tiszta nő, mélyen vallásos, Krisztus hitben élő nő, és hazament hozzá, és mondta, hogy segíts rajtam, mert olyan, olyan átkozott csatából jövök, annyi bűnből, gyilkosságból, hogy nem tudok így élni. Legszívesebben öngyilkos lennék. És ez a fantasztikus asszony azt mondta, hogy idősebb, illetve hát én, én nő vagyok, sosem fog szót fogadni nekem. De él a közelünkben egy tudós abbé, egy öreg pap. Menj hozzá, segít rajtad. És hát a történet fantasztikus, mert kinyalja magát a srác, fölveszi a tábornak iruált kart. Minden elmegy a kápolnába, vala a bácsi virágokat igazgat egy vázába. Megveregeti a vállát, hát ugye annyira azért nem finomodott még meg, hogy most jött egy ilyen gondolat, és azt mondja, atyám, van néhány percem, nem neki lenne -e. Van néhány percem, szeretném, hogyha elmondaná a kereszténység lényegét. Leülök ide és kezdheti. És a, a, az idős pap azt mondja, hogy térdej le, ilyen egészen halk hangon. A fickó mondja, jaj, hagyjuk a ceremóniákat, meg a formákat. Mondom, hogy van néhány percem, gyorsan foglalja össze, mi a kereszténység lényege. Hát az öreg üvölt egy óriásit, térdej le, dob ki a kardot! A fickó megijed hirtelen, térdej kivágja az utcára a kardot. És akkor a pap felé fordul, és azt mondja, na édes fiam, első lecke kereszténységből. Na és ez lesz a gurúja, 40 évesen kezdi az orvos egyetemet, trapista szerzetes lesz, alig bír levizsgázni, mert nem fog a feje, iszonyú sokat szenved, De, tehát olvastam az életrajzát, visszamegy a gyilkosságok helyére, a sivatagba, puszta kézzel épít egy vályokházat, kiírja, hogy orvos, egyébként remek belgyógyász meg sebész lett, direkt azért, és minden arra járó, még a tevéket is, mindenkit megoperál, meggyógyít, és, és teljesen azon van, hogy valamit törlesztenék. Valamit rendbe tenni. Talál egy haldokló, éhező árvagyereket, ezt 14 éves koráig neveli, ez megszökik, ráhozza az arab rablókat, és a fiú személyesen lövi tarkon hátulról a nevelő apját, aki befogadta. És nincs vége a történetnek. Mindenki elrohan, a francia hadsereg odaére ehhez az őrült emberhez, aki már akkor öreg, és azt látják, hogy térdel valaki a homokban, Nyitott, az égre mosolygó szemmel, összerakott kezekkel, füligérő szája, csak éppen fejbe van lőve. És nem dőlt el a holtteste. Tehát rajta maradt a pillanat, nem tudom, hogy értitek, hogy miért meséltem el, hogy belül megkapta, amit szeretett volna, kívül meg letehette. Ami borzalmas volt, és az megjárt neki. Tehát azért vigyázzatok, így fogunk járni. Reméljük nem ennyire durván, de... de de testi síkon bele kell törődni, hogy a testünk meg fog fizetni. Tehát az, amivel tartozunk, energetikailag sajnos így van lerende az univerzum, hogy amit fölvettünk hitelt, az kamatos kamattal kell visszaadni. Nincs mese. A, az önvalónkat ez meg sem karcolja. Tehát azért, azért voltam most, hogy már rég túl volt azon, hogy a testnek gondolja magát. Tehát nem voltak ilyen érzés. Itt végre kín vagyunk. <laughs> nem kell visszajönni. Nos, kicsit felgyorsítva a jó Isten a, a folyamatot. A, ha me, Akkor inkább én kérdezek helyetetek, mert terveztem, hogy pár kérdést provokálok. Mi az azonnali mérhető haszna, kérdezi a Védanta Sutra is, hogyha igazi szad, a szadúval vagy mesterrel találkozunk. És négy ilyen van. Tehát visszafele, ha a reciprokát veszük, ha nem alakul ki benned ez, akkor nem találkoztál szadúval. Tehát a Védanta Sutra védi a tanítványt is. Tehát nem, nem az van, hogy be akar csalogatni valakit, hanem mindig te is mérheted, mint egy elfekvő. Majd a hangmérnő kollégának majd lesz dolga. <gül> <gül> Tehát négy olyan dolgot fogsz tapasztalni direkt a jellemeidben, ami, ami tőle jön. Tehát lehet tudni, hogy találkoztunk egy A legfontosabb, úgy hívjuk, hogy vivéka, lehet, hogy valaki hallotta is ezt a szót, kialakul egy nagyon különleges, speciális, megkülönböztető értelem. Majd amikor a gyakorlásra rátérünk, ez a, a jáma-niáma, hogy tudjuk, mi az, ami hasznos és segít a megvilágosodásban, és tudjuk, amit azonnal ki kell zárni, akár személyes, akár dologi. Tehát a vivéka egy, egy a mestertől származó, a kegyéből, a jelenlétéből származó döntésképesség. A fontos és a hitvány elhanyagolható, és nagyon gyorsan. Tehát nem, nem, tud feltartóztatni többet az anyagi világ, fejlődni fogunk. Sőt, jön a következő fokozat, úgyhogy, hogy vajrágja, ez azt jelenti, hogy szenvedély vagy ragaszkodás nélküliség. Ez csak azt vesszük észre, hogy nem arról van szó, hogy elfolytunk magunkban mondjuk nagy zabálási ingereket, vagy, vagy szexuális vágyakat, hanem normálisak vagyunk, és mégis békések. Félelmetesen megváltozik a szellemi erőnlétünk az érzéki élet ajánlataival szemben. Tehát úgy hívják ezt, hogy díranúga, hogy, hogy ki, józanság követő elme, a józanságot követő elme. Ezt nem lehet erőltetni, ha hát csak így rádereszkedik. Nem azt jelenti, hogy nem vagyunk képesek, mit tudom, egy esküvőn kirúgni a hámból és megkóstolni mind a 108 fogást. Tehát időnként ezzel semmi baj. Alapvetően azt teszed észre, hogy valami olyan töbleted van, ami segít abban, hogy urald az érzékeidet és az elmédet. Máskor is szerettük volna ezt, de soha nem jött össze. Most valami egészen más. Magyarul te döntöd el, mikor eszel, most udvarias maradok, hogy mikor mivel foglalkozol, és így ez már egészen más. Tehát az, hogy te meghozod a döntést, hogy részt, részt veszel az érzékkielégítésben, tudatosan és szeretettel, az egészen más. Ugye Jézusnak van ez a mondása, hogy nem az a bűnös, ami a szádon bemegy, hanem ami kijön. Minden érzéki dolognak ez a titka, hogy nem az a probléma, hogy foglalkozunk vele, hanem az, hogy mennyire vagyunk tudatosak és szeretetteljesek vele kapcsolatban. Ismerjük ezt a zen történetet, mikor a Ganges parton az öreg mester a tanítványával a folyó, az áradó folyóhoz ér. Ugye néhányan látom, hogy is, vagy, vagy de azért hadd mondja, akik még nem hallották. És ott van egy gyönyörű fiatal nő, aki emelgeti a kis szoknyáját, és gondolkodik, hogy átmenjen a gázlón, vagy már túlságosan nagy a víz. És hát mivel látja, látja az öreg mester, hogy a lány nem fogja rászállni magát, hogy bele, belevágjon a hatalmas folyóba, egyszerűen fölkapja a hátára, és akkor átviszi. Ó, a élő szerzetesek, a mester és tanítványa. lerakja a lányt, az megköszöni, hazamegy, és mondja, mit tettél, mester, mondja a fiatal. Hát hogyhogy, hogy? hát mi nem érinthetünk nőt, te meg még a karjaidba is vetted. Azt mondja az öreg lakónikusan, én a karjaimba vettem, de már le is raktam. Te viszont még mindig tartod. <laughs> Nagyon nagyon különböző, nagyon különböző síkon lehet szeretni egy nőt, vagy lehet szeretni egy férfit. Ezt meg fogja tanítani a folyamat. Nagyon különböző síkon lehet ételt magunkhoz venni, és az élet minden dolgát nagyon különböző síkon lehet végezni. Így rájövünk, hogy nem a dolgok szennyeznek be bennünket, hanem a tudat. O a oké, tehát ez a Védöntöző álláspontja, hogy nem biztos, hogy az úszza meg, aki nagyon nagy erőkkel megpróbál korán lemondani. És akkor ha távolítja magát a dolgoktól. Ez belül ki fog alakulni. Nos, ez volt a második. A harmadik úgy, hogy szat, sampatti vagy szampatti, most nem vagyok biztos a kiejtésben, ez pedig a helyes viselkedést jelenti, ami azt jelenti, hogy úriemberek emberek leszünk a világban. Tehát nem lesznek ellenségeink, finom, finom tér alakul körülöttünk. Egyre kevesebb a krízis vagy a konfliktus. Általában nem nekünk mondják azt, mikor belépünk egy térbe, hogy na mi van, mi van, mi van. Tudjátok, mi? <gül> <gül> ez, a, ez egy ilyen vicc, a férfiak talán hogy hogy, hogy hogy kezdődik a kocsmai verekedés. És akkor na mi van, mi van, mi van. <laughs> ez az összes, amit tudni kell. Tehát valahogy ne, nem, nem provokáljuk a teret. Más, más az auránk, most nem tudok más mondani. E, egészen más az ahimszának. A benső békének van egy, van egy kellemes visszahatás az anyagi világban, hogy nincsenek ellenségeink. Ugye, hát nyilván így még, még mindig lehetnek konfliktusok, de ezzel együtt sokkal békésebb a fizikai életünk is. Jó? És az utolsó, egy elfolythatatlan, de egészséges motiváltság, amit úgy hívunk, hogy mumuk sutva. Jó kis, hogy ebben benne van az, hogy komolyság a Brahman megértésében. Tehát nem, nem szakaszosan, vagy vágyszerűen, hanem nagyon-nagyon komolyan, minden pillanatban áthat bennünket egy egészséges vágy. vagy igen, mi innen idáig el szeretnénk jutni. És összefoglalom, ez ettől az embertől jön. Ez a társulás kegye. Ha valaki ezt nem éri el, akkor olvas meg, meditál, így próbálkozik, úgy időnként így színuszosan így, úgy föl-föl lángol benne valami remény. De, de, nem tartós. Nem elég szilárd. És a guru nyugaton kevesen tudják, az nem tanítót jelent, hanem nehezett, súlyosat. Hát egy síva után lett kitalálva, akit mindig úgy ábrázolnak, hogy a háta mögött van a hatalmas hegy, ugye a Kailás-a hegység. Mert a szó azt jelenti, hogy súlyos, mozdíthatatlan a guru szó. És ugye Síva minden jogi gurujának a guruja, tehát ő a legfelsőbb guru az ősi e, szimbológiában, olyan szilárd a meditációja, mint a Himalája, hogy nem lehet megmozdítani. És innen jött ez a hasonlat, hogy a mester az guru, vagyis mozdíthatatlan. A tanítványt meg úgy hívják, hogy lakhu, ami azt jelenti, hogy oh, tolpihe. Hogy már éppen úgy érezzük, hogy mindjárt szamádi, amikor hármas kap a gyerek rajzból, és nem térünk magunkhoz két órán keresztül a feldultságtól. Szóval körülbelül direkt azért ilyen piti dolgot mondok, mert ez a, legbossza, ez a legbosszantóbb, hogy rengeteg ilyen apró dolog van, ami kibillent bennünket. Nos, jön egy nagyon izgalmas slóka. A kellő hittel rendelkező bölcsek saját önvalójukban, tehát az átmanban, meglátva ezeket, az ezeket alatt azt értjük, hogy a Bramant, a Paramátmát és a Bagavánt. De most nem ma fogjuk kitisztázni, megint egy páda foglalkozik ezzel a hárommal. A Braman azt jelenti, hogy a személytelen, de örök kivaló világmindenség. A Paramátma azt jelenti, hogy a mindenkiben helyben lakozó abszolút istenség, ezt tanította Krisztus szent lélekként. Paramátma azt jelenti, felső lélek vagy Szentlélek. A bagaván pedig azt jelenti, amikor megjelenik az abszolút, egy emberhez hasonló formát öltve. De egyébként ennek a formának van személyes forrása. Egyben ezek szintek is a Védanta Sutra szerint a megvalósításban. Ha csak a Brahmanig eljutnánk. Tehát az, hogy örökkivaló lelkekként éljük át magunkat, tehát az le leírhatatlan. Tehát az már, az már a megvilágosodás. És amiért olvasom ezt a slókát, azt mondja, hogy odaadással, ötvözött tudással, ragaszkodásmentesen a védantát hallgatva fejlődhetnek. Tehát nem olvasva, ennek az az oka, hogy azért, mert ez egy tanári kézikönyv. Tehát ezt az elején ugye próbáltam kiemelni. Tehát fontos, hogy hallgassuk, hogy egy-egy, még mindig az első sorról beszélünk. És nem vagyok alapos. Tehát ha most Indiában lennénk, és reggel, délbe és este van egy-egy lecke ősidők óta, akkor kicsit tempósabban haladhatnánk a, a témában. Jó, most jön a harmadik ö, kategória, jöjjön a következő kép, Anna, megnyomod A Azt szeretném nektek mondani ezzel a szimbólummal, ugyan volt, és akkor haladunk is gyorsabban, akármilyen lelki szintre jutottál, még akkor is, ha már megvilágosodottál, vagy megvilágosodtál, akkor is hajtsd végre a vallásos tetteket, mert az emberek figyelni fognak. Tehát ne add fel a példamutatást. Tehát ha, ha, mondjuk valaki közülünk pap, igenis adja össze az ifjú párt, akkor is, ha megvilágosodott. Ez, ez érthető példa. Menjen el, és, és, vigasztalja az embereket, amikor, amikor halottjuk van. Tehát ezeket soha ne hagyjuk abba, nem kell, hogy lássák, hogy túlléptünk ezen a kategórián, vagy valaki túllépett. Egy bramana, ugye volt az a slóka, mindig könyörületes. Hát ez csak egy illusztráció, hogy ne hagyd abba. Semmi között hozzá mondhatnád. Néhányan el is mennek a Himalájába, meg az erdőkbe, és senkivel soha többet nem foglalkoznak. A az nem ezt ajánlja. Azt mondja, hogy szeretetből, részfélből maradjon mindenki, a jogik is az emberek közelében. Ne adják fel a jámbor vagy papi tetteket, mert az emberek szenvednek. Mindenki szeretetre vágyik, hát ha az is megvonja a szeretetét, akinek már bőven van, az nem jó. Tehát erről csak ennyit, és akkor jöhet a következő kép. És most egy igazán beavató kategória következik. Ha áll melletted egy mester, az azt fogja mondani, hogy na most pedig akkor kezdjük el a gyána kandát. A gyána azt jelenti, hogy tudás, a kanda pedig az, hogy művelni valamit. És a Gyának kanda az azt jelenti, hogy a tudás művelése be fogja mutatni, hogy mi az, amit, amit magyar, magányosan tanulmányozva, ilyen hátországgal magunk mögött, fel tudjuk gyorsítani a fejlődésünket. Egész pontosan ezt mondja a Vedanta Sutra, alaposan áttanulmányozva a tettekkel elérhető világokat, a brámana, aki idáig eljutott, tehát most már a tudásról van szó, ugye a negyedik kategóriánál járunk, szabaduljon meg minden ragaszkodással, és fogja fel, hogy cselekedettel nem érhető el a teremtett világ. Ez érthető? Tehát itt egy óriási változás jön, tettekkel vagy cselekedetekkel nem érhető el a nem teremtett világ. Vagyis az örök kivalóságot tettekkel, vallásossággal nem tudod elérni. Nyugodtan mondhatnád, de akkor miért tanuljak? Azért, mert nincs hite az egónak meg az elmének az útban. És ahhoz, hogy ne tartson be neked, Etetned kell egyre felsőbb és felsőbb rendű tudással. Később majd nagyon nehéz lesz eldobni a tudást, mert ez nem engedi a meditációt. Ez körülbelül ahhoz hasonlít, nem tudom, van-e köztetek ilyen, aki időszakonként megéri, szerintem mindenki ilyetiben van ilyen egyszer vagy kétszer, hogy minél fáradtabb vagy, annál inkább nem tudsz elaludni. Na ez hasonlít, amikor viszont túlszívtuk magunkat már elmélettel, már annyit olvastunk. Annyit hallottunk, hogy, hogy úgy érzi az ember, hogy nem agytekervénye vannak, hanem betűkből áll, mint a régi nyomdaszedő állvány, és, és akkor meg, akkor meg az, a, az a probléma kezd kialakulni, hogy azt hittük idáig, hogy megtanulható a megvilágosodás. Hogy addig tanulok, amíg egyszer csak kirobban egy intellektuális megvilágosodás. Hát nem, nyíltan mondom, hogy a, olyan, olyan intenzitással tanuljuk csak a filozófiát, most megint megyük a tétet, ami jó a hitnek, de nem tesz bennünket ilyen ilyen szobatudósá, ilyen életidegen, fura figurává. Tehát ezért ebben segít egy mester, hogy mi az a néhány nagyon fontos mű, aminek a lényegét értsük, mindig fürdessük meg benne az elménket, az értelmünket, de nem az az életünk, hogy kiolvasunk könyvtárakat, mert nem, nem a, nem a buddhiak a végső kulcs. Tehát ezért van egy nagyon biztató slóka a Bagavad gitában, miként a lobogó lángok közt hamuvá a fahasábok, úgy hamvasztja el a tudás tüze az összes cselekedet, cselekedetet együtt. Azért mégis mondanék valamit, akkor kívánjuk meg igazából a meditációt. Nem baj, ha teljesen nyílt leszek, mert különben annyira ritkán találkozunk, hogy, hogy elmondom. Ha igazi tudással foglalod le magad, mégis abba torkolik, hogy egyszer csak egy hihetetlen Eksztatikus, rendkívüli szellemi gyönyörűtélszát. Olyat, amit se szerelemben, se semmilyen anyagi dologban nem tapasztaltál, bármennyire is sikeres voltál ezekben, mert van intellektuális extázis. Csak, hogy nem bírod megismételni. A kereszténység mond ilyen szót, ha valakinek is most, hogy elragadtatás. Hogy ne, nem tudod még egyszer, hogy próbálod megint megcsinálni ugyanazt a teret, ugyanannyi óra van, úgy állítod be a bútort, ugyanazt a füstölőt gyújtott meg kis mécses, tehát mindennel próbálkozol, és gondolkozol, hogy mit csináltál, hogy mitől volt, mi hozta létre ezt a pillanatot, és aztán jön az alázat, hogy hogy, hogy te nem, az biztos. <laughs> Így aztán jöjjön a következő kép, és ekkor döbbenünk rá arra. hát reméljük, hogy segít ebben egy mester, ez Patanjali mesternek a, az arcképe, hogy az üdvösség a szamádit jelent. És a szamádi azt jelenti, mondom a fordítását, ugye az elme és az értelem visszavonhatatlanul szilárd az önvaló megértésében. Nem tanul róla, hanem minden pillanatban és visszavonhatatlanul érzékeli a főnököt. Megfordul a rend. Nem elleplezi, nem befedi az örökkévaló lelkünket, az igazi lényünket, hanem fordítva már az önvaló használja az elmét és az értelmet. Követhető ez. Hatalmas fordulat. Ezt nem lehet elérni tanulással. Ezért a Védanta Sutra is odaér, amit az egész világ úgy ismer, hogy jóga. A joga, ez a, az üdvösség jogája, vagy meditációs, a szamádinak a jogája az egyetlen egy célt szolgál, hogy az idáig eljutott, művelt, lemondó hígatúr ember, és még egyszer mondom, indiferens, hogy férfi vagy nő, most már lépjen be a meditációba. Rendezzel úgy az életét, hogy semmi ne zavarja. És tényleg tudása van, mit jelent a tudás? Tudom honnan, hova akarok eljutni. Tanára van, a magánéletét rendbe hozta, uralja az elméjét és az érzékeit, és volt ez a nagy villanás. Úgy hívjuk, hogy rucsi, szanszkrit nyelven. A nagyon sokszor meg lehet figyelni, hogy akiknél ez elmarad, tehát sok-sok évvel telik, próbálkozik, próbál... így úgy, abba hagy, újja, újba kezd, nem találja a helyét. Tehát nem vágyunk így külön erőltetetlen a misztikára, de rendkívül érdekes pillanat, amikor ez megtörténik, mert hátadőlsz és azt mondod, igaz, hogy nem bírom megismételni, de van. Értitek? Most már visszavonhatatlanul tudom, hogy van. Igaz, hogy ez egy elnyújtott pillanat volt összesen, de ezt soha többi. Ez egy olyan erejű dolog. Van ez a szép, extatikus szobor, ugye a Szent Teréz extádisa, ha valaki ismeri Olaszországban, amikor a lándzsa átdöfi a szívét, ugye. Krisztus szeretete, ezt a pillanatot fogja meg keresztény szín, most nem jutott eszembe sem Indiából, de valami ilyesmi, hogy valami döbbenetes. És úgy megrázza az emberi lényt, hogy ho, ez most hol történt. És még sorolhatnám, de nem tartunk itt, majd taglalja a Védanta ezt a témát. Tehát a Taitriya Upanishad kerül az idézetek sorában, a Védanta szutrában, ami azt mondja, valóság, tudás, végtelenség. Ez a Brahman. És aki tudja, hogy ott lakozik a szívrejtekén, és a felsőbb világban, annak a minden tudó Brahman által beteljesül minden vágya. Tényleg így van, csak nem bírjuk ki eleinte. Az emberi test nincs azon a szinten, hogy el tudja hordozni a transzcendenst. Hatalmas élmény, de olyan kimerítő a szívre, az idegrendszere és mindenre, hogy rájövünk arra, hogy hát apánk vette egy cipőt, mondjuk 42-es a lábunk, de ez 54-es. És hát kéne egy kis idő, hogy belenőjünk, mert kettőt lépünk, mire egyet mozdul. Tehát borzasztóan itt jön az igazi alázat, hogy Úristen, ez micsoda. Hát izgultam egy pár évtizede, hogy ez létezik, de ez most mi, minek értem, vagy mit kell most tenni? Hát ezt, hogy nagyon-nagyon meg kell komolyodni, és rá kell döbbenni igaz alázata, hogy most kezdődik az út. Van egy pihenésképpen, hát ha vagyunk barátai ennek a filmnek, van egy már, már inkább régebbi francia film, azt a Sama Depardieu játsz az egyik szerepet, az a cím, hogy minden reggel, a gyönyörű eh, Vialadegamba, Gamba, a cselló ősével, zene is ilyen szomorú, én bak vagyok, én imádom az ilyen szatornikus memódiákat, és a film végén a csibész mindenféle fájdalmat és gazemberséget okozó Tanítvány találkozik még egyszer utoljára az öreg mesterével, aki megbocsájt neki, de a legszörnyűbb gazemberséget tett a, a tanítójával. Látta valaki ezt a fantasztikus filmet? Mindenkinek szívből akár el is küldöm, mert, hogy úgy mondjam, megvan. tárolható állapotban. karva. És a, a, a lényeg az, hogy azt mondja az öreg tanárának, hát már a, tanár, a tanítvány is 50 fölött van a film végén. És azt mondja. Mester, kérhetek még egy utolsó leckét? És ránéz az őszöreg, mester is azt mondja, fiam, megtarthatom az elsőt. És akkor vége a filmnek, az a döbbenet. Tehát vigyázat, a végtelenséget kutatjuk. Még amikor csak elméleti emberek vagyunk, gondolhatjuk, hogy ó, hát öt perc múlva. És amikor, amikor a valóság elkezd egy picit hírt adni magáról, akkor jön az, amiről mindig vágytunk, hogy milyen lehet alázatosnak lenni, vagy, vagy harmonikus, értitek, mire gondolok. És az azt váltja ki, hogy elkezdi tapasztalni az ember, pedig még csak önmagát, de még azt sem tudja. Hiszen ez még mindig csak a lélek, ez eleve extatikus a természetünk. Jó, jöhet a következő kép. Felolvasom a slókát uh, szanszkritül, mert benne van két olyan szó, ami a buddha kegye, <coughs> és uh, a védanta szótra tartalmazza és ismeri azokat a, a védantikus igazságokat, és amik egyébként buthánál nagyon mély kifejtésre kerültek. Így hangzik a slóka. a brámisztiti pártha, nainam prápjavi muhjati, stítvászja mondta kálépi, és most felolvastam, brama nirvánam ricshati. A ricshatit az előbb elmondtam, ez a villanásszerű, elmondhatatlan extrád A brama nirvánam ugyanis, amivel a buddhizmus foglalkozik, az a kezdete. Tehát nem a semmibe a sunyatába, a szétoszlásba érkezünk, mint ahogy egyébként helyesen ő kihoz ebből a, ebből a szellemi nyomorból kihozza az emberiséget, hanem valami igazából ott kezdődik és nem végződik az extrádis szintjén, magyarul a slóka így hangzik, ez a brámiszt hiti, vagyis a megállapodottság a Bramanban, az abszolút igazságban. Ha valaki ezt képes elérni, megtéveszthetetlenné válik, és élete végén erre összpontosítva eléri a végső valósággal való egyesülést, a Brahman nirvánát. A nir azt jelenti, hogy kiútni valahonnan, a vána meg azt jelenti, hogy sűrű erdő. Ugye nirvána. Tehát kijutni a sűrű erdőből, az azt jelenti, hogy kijövünk az elménkből. A bramant meg taglaltuk. És ez a festmény azt ábrázol, az, amikor butha végleg a Brahman nirvánába, az abszolútba, az abszolút örökké valóságba lép, vagyis, ha valaki életében tapasztalta a Brahmanirvána extázisát anélkül, hogy meghalt volna. Nem kell aggodalommal tekintenie arra a pillanat, amit úgy hívunk, hogy haldoklás, hiszen készségszinten tud visszavonulni magába, és lép ki a fizikai testéből. Olyan kegyes velünk a sors, hogy öcsémmel, öcsémmel közöttem 15 hónap két hét van, lehet, hogy most hallgatja is Angliából az estét, mert a Barát Gábor közvetít minket. És elég az hozzá, hogy, hogy ne, direkt szándékosan nem ugyanazok a mestereink. Tudjátok, testvérek között nem jó. Jobb, jobb, egy ilyen, nem egymás nyakában. Ugyanazt az utat járjuk, a tanáraink még mindig ismerték is egymást, de mindig más. Most is így van. És a, az ő egyik tanára, aki pár évvel ezelőtt el, 103 éves volt. Már egy, egy, kanál dinnyeleven élt. És közben csillogott a szem, és mondja egyik este, hogy fiúk, holnap 11-kor eltávozom, nincs tovább, nem tudom összetartani a testet. Képzeljétek el. És délelőtt 11-kor teljesen boldogan ott ült, tartott még egy leckét, és úgy ült ő helyében mindenféle aggodalom, és, és értitek, akármilyen agónia nélkül szépen ott hagyta az aranyos kis, százharanyves kis töpörödött édes kis testét, és eltávozott. Még egy kicsit összefoglalta, hogy ki mihez tartsa magát. Sziasztok! Azt mondja a Zsolti, hogy most látta a könyvet élőben. Hogy ugye olvasunk, megpróbálkozunk, és egyszer csak végre megadja a sors, hogy de hát ez, ez működik, nem? Hát nekünk a legkínosabb pillanat az egész nyugati civilizáció ettől a pillanattól tart. És ezt akarja elfelejteni. Jó? Néhány, néhány alapvető tanács. Azért vizsgáljuk meg a szívünket. A, annak nem való a joga, aki túl sokat eszik, egyértelmű, vagy egyáltalán nem táplálkozik, ezt kevesen gondolnák, mert sokan azt hiszik, hogy a nagy vezeklés az majd elhozza, holott ez a mérlekhinta effektus. E, abból nem lesz jógi, aki, aki koplal, vagy túl leszi magát, tehát az arányérzék. Sem annak, aki túl sokat alszik, vagy szüntelül vír az, tehát mind a kettő problémás. Ezt tudjuk, hogy ez a kötöré. Néha, mint az őrült, bebűnözünk, utána jön a vezeklés, nem? <laughs> Akkor egyszer, egyszer, nem alszunk, mert a szorgalomtól éjjel-nappal dolgozunk, másnap meg úgy döntünk, nem. most van egy hétvége, nyomunk egy 48-ast. <laughs> szóval nem. Tehát összefoglal, akinek mérsékelt evése, alvása, munkája és pihenése, az minden szenvedést és fájdalmat tud győzni, és rendkívül hosszú időt élhet. Hosszú idő azért kell, és ez a bácsi példát, és azért mondta az idős mesterünket, mert hát nem akármit kéne megvalósítani. És ez a kis testünk, ez olyan, mint egy autó, hát jó volna, ha a célba juttatna bennünket. Tehát azért, mert a szellemi ösvényre léptél, az nem jelenti azt, hogy kimerítjük az energiáit, hogy nem adunk neki enni, nem hagyjuk pihenni, vagy éppen semmit nem csinálunk vele, tehát használnunk kell. Kicsit bonyolultabb dolog jön, most már tényleg hagyom a... Összeszeretném vetni a Védanta Sutra mondatait és a Patanjaliét, látni, látni fogjátok a hihetetlen párhuzamot. Amikor a benső érzék, úgy hívjuk, hogy csitta, összefoglalóan az elme szabályozott a joga gyakorlása által, végre megtörténnek a tudatfolyamatok kioltódásai. Ez a nirótha, szanszkít nyelven. A jogi énje által, tehát ami eddig ego volt, ami eddig elme volt, ami eddig buthi volt, nagyon fontos, hogy, hogy nézzétek meg, hogy úgy van jelen a misztika, hogy le van leplezve. Ezt egy tudomány nem meri vállalni. Kalambót szerettük azért a 70-es években, hogy az elején láttad már, hogy, hogy mi a buli. És mégsem mondtad a filmet, mert a rossz filmekben az végéig titok, hogy ki a gyilkos. Ez kevés film engedheti meg magának, hogy az első percben tudod, és mégis izgalmas. Itt az a fantasztikus, hogy így, de így megmondja, hogy az éned által fogod meglátni az önvalót. Még nevetni is fogsz. Nem, nem egy szent humor. Az énem által látom az énemet. De akkor mit gondoltam idáig magamról? Nem félelmetes? És ezért szó szerint, ha a slókát lefordítjuk, azt mondtuk, hogy a szamádi, vagy a megvilágosodás azt jelenti, hogy az elme és az értelem szilárd az önvaló megértésében, megvalósításában. Tehát nem arról van szó, hogy, hogy valahol egy vallásos mesében történik velünk valami, hanem az eddigi énünk, amit gondoltunk magunkról, előtt föltárul az igazi főnök, amitől azt térdre fog esni. Hogy van a népmesében? Mit, hogy van? Mit parancsolsz? Kedves gazdám, vagy valami ilyesmi, nem, magyar népmeségben van ilyen. Annyira megdöbben a buthi, hogy, hogy ő, hogy, ő, fölötte van egy lény, ráadásul az te vagy, hogy sok-sok száz születés után először kerülsz vissza a nulla állapotba, mert te valamikor ilyen lény voltál. Úgyhogy az ember, ahogy mondják, nem tudja, hogy sírjon vagy nevessen. Hogy mi csináltunk idáig. Tehát valaki egy, mondjuk egy Törőcsik Andrásnak született, nem tudom, ki ismeri még a focisták közül ezeket a neveket, <laughs> <laughs> és nem futbalista lesz belőle, vagy mondjuk egy peléből, hanem gombfoci hős. Az is jó játék. Tehát az ego, az gombfocizik a valóságban. A lélek pedig az nagy pályán. Hát, ó, hihetetlen a különbség a két dimenzió között. Patanjali a maga szigorú stílusában azt mondja, következik tehát az elme leigázásának kifejtése. Ugye az első. Az elme a tudat folyamatok kioltása. Ezért mondtuk, mert sajnos nagyon fogy az időm. Ez félelmetes, mert negyedénél tartok, amit ma estére terveztem. Ez, ezért mondtuk, hogy, hogy, ahogy a mantra jóga, hogy valahogy megállítani ezt a hablatyolást. Ha most valaki nagyon elfáradt, rájön arra, hogy nem tud pihenni. Mert egyrészt zsibbad a feneke. Másrészt, ha hátadől, ki van találva ez a terem? Én meglátom a tükröt ráadásul, tehát minden szenvedést. <gül> 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 és rá gondolja, hogy na jó, akkor így, így kikapcsolok egy kicsit, de, de az elme fáradhatatlan. Tehát lehet, hogy nem tud már figyelni, de úgy megy a műsor, hogy az valamit. Tehát mindig történik benne valami. Ezt soha ne felejtjük el. Mikor lesz ebben csöndés nyugalom? Ezért, ezért, ha ki akarjuk ezt oltani, el kell terelni a figyelmét. ugye Van egy kisfiunk vagy kislányunk, és semmi rossz indulat nélkül kiveszi a tárcából, még kicsi, <laughs> egy húszezrest. És azt mondja, ha, nini, <laughs> és neked az az utolsó. <gül> 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 és akkor, hogy van? Benyúlsz a zsebedbe, kicsit kotorászol, és azt mondod, add ide azt a hülye ezrest, minek az neked? Kapsz helyette cukorkát. Ez mennyi? Két forint? Ugye, ide adja a ezerest is, és, és boldogan elrohana a cukorkával, és azt hiszi, hogy jó üzletet kötött. Így kell bánni az elmével. Mi nem az elménk vagyunk, de ha elereszted, ha, ha nem tanulod meg, hogy hogy foglald le, ismeritek a Védantasz utának ezt a bambuszos hasonlatát? Ugye, hogy a gén hogy a felolá rohangál a, a bambuszon. Van, van egy gén, akinek az a szörnyű tulajdonsága, ha nem kívánsz tőle valamit, akkor megesz. Egy ilyen... Tehát bármilyen kívánságodat teljesíti, de ha egyszer kifogysz a kívánságból, akkor megesz, azonnal fölfal. Ez, ez egy ilyen védikus hasonlat. És hát a királyi házaspár nagy bajban volt, mert volt egy ilyen jinje. hogy És hát a királynő számtalan kívánsággal elég sokáig jól tartotta a dzsint, Aztán a férj is próbálkozott, végül mondta a dzsint, na most megeszlek benneteket. Vagy azonnal kíván, de már minden vágyuk teljesült. Mondták, hogy a, a gurú fogja folytatni a kívánságlistát, e, majd ő kíván helyettünk. És akkor hívják az öreg mestert, aki azt mondja, rendben van vállalom. Tudsz teremteni egy 60 méter nagyságú pálmafát ide az udvar, vagy bambuszfát az udvar közepébe? Puff! Mi az nekem? De nem tudsz fölmászni a tetejére, mondja neki a mester. Fölroham. Nem tudsz lemászni. Leroham. Erre mondja a gurú, na! Most akkor mászál föl és le, addig, amíg nem szólok. És azóta is rohangál szegény Jin. Ez a jóga. Ha nem jössz rá erre, hogy te nem az elméd vagy, és nem adsz neki mindig mászni valót, akkor majd ő foglalkoztat téged. Ezért nem tudom meditálni. Tehát valamilyen aktivitás kell, valamilyen megtervezett élet kell, mert ez éhezik, ez állandóan cselekedni akar. Mint egy nagyon aranyos, de rossz kölök, aki tudod, fölállapotból, kimászik, forgolódik, ah, minden baja van. Szóval a cukorkát azt mindig kéznél kell tartani. Az én elmém is ilyen, ha majd kimentek, majd nézzétek meg, mi lesz ezzel. Ezt tartja benne a lelket. Jöhet a következő kép. Uh -huh. Ehhez a képhez pedig tartozik egy, egy idézet, amit lá, látjátok. Amikor az elme megszabadul a vonzódástól és írtózattól, valamint teljesen elkülönül az érzéktárgyaktól, olyan lesz, mint a füsttől mentes tiszta mécsláng. Amikor az elme végre fölülemelkedik az anyagi formák fölötti elmélkedésen, végleg feladja, tehát magától feladja a külsődleges cselekvést, ekkor az egyéni önvaló, tehát az átman elveszti ragaszkodását a saját teste iránt. El tudjátok képzelni az állapotot? Most mindannyian, körülbelül férfiként és nőként definiáljuk magunkat. Ez még egy jó eset a modern világban. Ez, ez, ez egy nagyon komoly szint, hogyha megnézzük. <laughs> és ehelyett a megvilágosodás után az önvaló minden vonzódását elveszíti a testi lét iránt. Tehát képtelen örömöt meríteni, nem fizikai értelemben, képtelen örömöt meríteni a, a testen keresztül a világ dolgaiból. Ez nem színház. Ez be, miért? Mert egy egészen más típusú örömmel, úgy hívjuk, hogy ánanda töltekezik be, amihez képest az, amit az anyagi világ ideiglenesen adni tud, az semmi. Tehát látható, hogy nem morális okok vagy vallásos okok miatt mond le, hanem odaér. Ezt lehet erőltetni? Ezt lehetetlen. Ebbe bele kell lépni, hogy ilyen tiszta legyen az elme. Az ilyen a, a... Vagyis függetlenné válik a kötelők áramlásától, és megtapasztalja a legfelsőbb lélekkel való egységet. Jöjjön a következő kép, és akkor legalább egy olyan pontig eljutunk a... Most mondhatnám, hogy később kezdtük, mert a fociban van ilyen, hogy ezt csak megjelenik, hogy plusz tíz perc. <laughs> a Szétasvatara Upan is idézi a, ez az utolsó kategóriánk, a Vedanta Sutra, ami nem kevesebbet mond, érzelemmel keresd a testetlennek mondott Istent. Hát ez egy érdekes ellentmondás, mert ha testetlen, akkor most van személyes formája, vagy nincs? De ugyanakkor meg tényleg vannak érzelmeink. Minden ember, mire ide jut, az tudja a saját életéből, hogy a tiszta érzelmei százszor erősebben viszik a cél irányába, mint akinek nincs. Például, ha csak úgy van vágyunk pénzre, mert ki kell fizetni a számlánkat, akkor dolgozunk. Ha eldöntjük, hogy öt év múlva milliárdosak akarunk lenni, akkor csak dolgozunk. Éjjel, nappal, nem is látunk mást magunk előtt. Tehát a, az érzelmeket ugyanúgy mászatni kell ezen a kis bambuszon. És egyetlen egy lény van, aki le tudja foglalni. Sajnos nincs annyi időm, hogy ezt, ezt kellően kibontsam. Csak azért néz fölfelé. Csak az Isten alkalmas arra, hogy fogadja az emberi érzelmeit. Mert az úgynevezett szerelem, akinek kicsit már többet tapasztalt benne, még ha becsületes, tiszta szívű emberek találkoznak is benne, azt mondja Jung, az a saját statisztikája 90 nap múlva kényszerleszállást hajt végre. Nem tudjuk egymás boldoggá tenni az úgynevezett szerelemben, mert a lélek nem ezen a, sí nem ezen a síkon elégül ki. Az elme és az értelem rokon szenvezik ezzel, és a halandó ember nem tudja, hogy a szerelem az az örök üzenete. Azon keresztül jelzi, hogy jól sejted, hogy a létezés végül is gyönyör természetű, csak hogy itt a halál vár, nem a végső beteljesülés. És így leszünk filozófusok. De joggal, mondja a Védanta Sutra, attól még benned óriási tömegű és energiájú érzelem van felhalmozódva. Ez követhető, ugye? Tehát ezzel kezdeni kell valamit, és ezt hívják úgy, hogy áhítat, vagy bakti, ha valaki így hallotta. Tehát nagyon sok dologról beszéltünk. Azt mondja a Védanta Sutra, alkalmazzuk a karma jogát, alkalmazzuk a mantra jogát, nem? Alkalma tehát kell mondani magyarul, vagy mindenki. Tehát a cselekvés jogáját, igaz? A mantra, a meditáció és az ajakima, tehát amikor még hangosan mondjuk, még nem beszéltünk a meditációról, most mi csak az ajakimáról beszéltünk, a gyána jogát, a tudás művelését, a misztikus jogát minél hamarabb, bármilyen furcsa, hogy a patanjali féle módszert, és, és, végül megérkezünk oda, hogy hihetetlen erejű és intenzitású érzelmek ilyen. Ez a monomajakósa, ha valaki, majd nem sokára tárgyaljuk ismeri ezt az érzelmekkel telített burkolatot, ezt nem lehet megtisztítani, csak ha mederbe tereljük. Na most én, vagy bárki közülünk érezhet nagyon tiszta és őszinte ilyen nagyon nagy szerelmet egy másik lény iránt, de az nem tud elhordozni bennünket, miként ki fog derülni, hogy mi sem. Ezért előbb-utóbb, ha nem is mondjuk meg egymásnak, kivéve ha realisták vagyunk, vagyis hogy a szeretet szintjén élünk, és nem a illuzórikus szerelem reményeiben, azt fogjuk ö, gondolni, hogy kiábrándultunk a másikból, mert nem tudja fenntartani a reményeinket és az érdeklődésünket. Tartósan. E helyet viszont, hogy, hogyha, hogyha, minket a szeretet és a spiritualitás tölt el, akkor nagyon is. Hiába telik múlik az idő, a társunkban is látjuk a lelket. Ez egy fantasztikus többlet, nem tudom, hogy együtt vagyunk, ott. ez egy hihetetlen többlet, hogy eleve szeretem, talán szerelemmel szeretem, és nem a celibátusról beszélünk, milyen érdekes, de ott van az a plusz, hogy őszintén szóval az Istent még jobban szeretem. Tehát együtt szeretjük a végső célt. Ez egy fantasztikus dolog. Tehát az életünk lényege az mégsem az lesz, még ha össze is zördülünk néha, a, mondjuk egy fiatal házaspár, hogy hogy fizetjük ki ezt, mert annyi, hát annyi, annyi jó ember küzdik ilyenekkel. De a végeredmény, hogyha ebben szilárdak, mégis az, hogy az, ami összeköt bennünket, az ugyanaz, ami összeköt az abszolúttal. Ez nem szentimentalizmus. Ez az érzelem. Tehát látni a másikban a lelket, akár az Istent. Úri emberként tudunk viselkedni ilyen értelemben. Jó, hát jöhet az utolsó kép, és azzal a kérdéssel, nagyon izgalmas kérdéssel folytatja a Védanta Sutra, de hogy ne legyen teljes jó érzésünk, akkor itt fogjuk abba hagyni. <laughs> mi, mindig az a jó táplálkozás a joga szerint, ha azt hogy fú, azért még be tudtál volna tolni két-három gombócot, de ezt most nem fogod megtenni. Tehát az a fejezet címe, és a második szutráról lesz most szó majd, hogy hogy mit tudnak Istenről, vagy Mahápurusáról, vagy Isvaráról az Upanisádok. Tehát a Vedanta Sutra elkezdi tárgyalni, hogy idáig eljutottunk, tudjuk, hogy milyen eszközeink vannak, és elkezdi számba venni, mit tudunk a Brahmanról, vagy Istenről. Ugye, ha a Brahman-t mondunk, csak hogy megjegyezzük ugyanazt, akkor az, a szeméten abszolútumról beszélünk, mint energiáról, intelligenciáról, mint létezésről. Ha azt mondjuk, hogy Istenről, akkor a formát öltött, személyében megközelíthető vonatkozásáról beszélünk ugyanannak. Jó? És most elkezdi majd számba venni a következő fejezet, hogy logikusan, filozófikusan mi áll rendelkezésünkre, amikor definiálni akarjuk a célt. Tehát mit tudhatunk, hiszen nem éltük még át elméletileg, mit tudhatunk a végső célról. Szerintem nagyon izgalmas dolog. Ráadásul a Vedanta Sutra, a csándogja upanisád egy történetét veszi végig, Indrának egy történetét, ami a mi szellemi ösvényünk bújtatottan, és arra gondoltam, hogy a következő alkalommal ezt fogjuk fölfejteni. Hogy így durván a fizikai testből indulva, hogyan világosodhatunk meg? Éppen azáltal, hogy azért támogat bennünket, ahol a mai estét abba hagytuk, hogy mit tudhatunk, tehát milyen, fogal milyen reális fogalmaink vannak az abszolútról. Mert ha nincs, onnan fogjuk tudni, hogy nincs, elveszti a kedvét az értelmünk is, meg elveszti a kedvét az érzelmünk is. Tehát rendkívül fontos, hogy alátámasztjuk filozófiával, tudással az utat. Én soha nem tudom komolyan venni azt, aki legyint arra, és azt mondja, hogy a a hit. Nem. A ösvényén ősvényén először tudás, abból jön a hit, ez hozza létre azt a jó értelembe vett szenvedélyt, ami célba is juttatja az embert. Fordítva van, tehát ilyen szentimentális vallásos hit van, kifulladunk. És annyival reálisabb az anyagi élet, hogy az ember azt mondja, tudod, ki meditál, főzök egy jó tojásos lecsót, szórakozok én itt, akkor azt legalább élvezem, vagy történik velem valami. Tehát végtelenül fontos, hogy még mindig, mindig, ha a gyakorlás felé haladunk, ténylegesen mi az, amit tudhatunk az abszolútról? Mi áll rendelkezésünkre? Hát köszönöm szépen megtisztelő, kicsit csalódott vagyok, mert hiába ittam egy kávét direkt így este, hogy beleférjen másfél-két órába valami, de ezt a részt annyira kifinomultnak tartom, hogy semmiképpen nem szeretném összecsapni. Ugyanis arról van szó, hogy négy lépésben hogy adsz mattot az elmének, És ha az ember ezt fogalmilag megérti, nagyon szerettem sakkozni régen, mattot is fogsz adni. Tehát ha ez összeáll, hogy hogy működik az elménk, és most erről lesz szó, és ebben hogyan támogat az abszolút az Isten fogalma, óriásit lehet haladni. Még tudja az ember, hogy van munkája, de lehetetlen, hogy ne sikerüljön. Tehát az emberi értelem roppant erős. Ha, ha, ha nemes és jó dolgok jelzik az utat, akkor azt igenis tudja követni. Ha pedig már ízhez is jut, mi ezt így mondjuk, nem akarja abba hagyni a követést. Ugye? Hogy mondják, megyünk vadászni, és akkor a, egyszer csak a, a kopók? Ugye, mikor a szagot, szagot, hogy mondják ezt? szagod, akkor aztán jobb elengeded. Tehát először nem akarja elkezdeni az ember, olyan fura olyan. A végén meg rádöbben, hogy, hogy ez tényleg nagyon közel van. Ezt már érzem. És ez, ez az elme legyőzésén keresztül vezet. Megi, amit megismerünk, azt le is tudunk győzni. Ha amit nem ismerünk, az azt se tudjuk, hogy mi van. Hát, most jöttem bele, de akkor majd innen folytatjuk. Köszönöm szépen, végtelen türelmeteket.